Sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit, és bemutatom a mostani előadónkat, Krampér Attilát, aki csillagász, történész, és egy nagyon érdekes és sokat mondó előadást fog tartani, és még felhívom a figyelmet, hogy Attila hozott könyveket, illetve CD-ket, úgyhogy ezeket meg lehet majd vásárolni az előadás után, vagy majd a szünetben, ha lesz rá akarom. Úgyhogy át is előadom. Nagyon köszönöm a meghívást, és nagyon köszönöm, hogy ebben a nagy ködbe ennyien eljöttek. És egy nagyon fontos kérdést szeretnék megvilágítani, amennyire tudom, de azért kérném az együttműködést is, tehát hogyha bárkinek van bármi hozzászólása, azt nagy örömmel veszem. Igazából egy nagy munkát dolgozom a magyarság őstörténetének egy összefoglaló munkáján, és így nyitott még egy kicsit az, hogy mi hogyan legyen, és számítok arra, hogy minden érintett valamilyen módon kifejezi, vagy talán tud segíteni abban, hogy hozzáteszi a gondolatait. Tehát mi a célja egyáltalán a mai előadásnak, illetve a magyarság ősztörténelmével való foglalkozáshoz? Mi lehet itt a cél? Úgy gondolom, hogy erre az egyik választ a mai világnak a romlottsága adja meg. Ez a mai világ valahogy úgy működik, hogy megpróbálja elgépiesíteni az elménket, és valahogy a történelem szemlélet is úgy alakult, hogy van egy hivatalos történetírás, ami bizonyos készen kapott szempontok alapján és elvárások rendszerében teljesít, engedelmesen megfelel bizonyos elvárásoknak, bizonyos szemléleteknek és bizonyos gyakorlatnak. És ez viszont élesen szemben áll a tudomány eredeti feladatával, ami az, hogy a valóságot világítsa meg, bármilyen nehézségek és bárkinek az ellenkezésével is találkozik, vagy bármilyen szemponttal is, addig bevett szemponttal is ütközik, az igazság mindennél előbbre való, és ezt a tudománynak kellene a legjobban figyelembe vennie. Mi a cél? A cél az, hogy ráébredjünk arra, hogy az életünkről szól a történelem, ráébredjünk arra, hogy a történelem az, ami az életünknek a valódi összefüggése, valódi tartalma, és a történelemtől kaphat az életünk értelmet, irányt és erőt, és hogyha a történelmet sikerül átlátnunk, a történelem maga tulajdonképpen az emberiség életének a sűrített foglalata. Tehát ember milliárdok életének egy mély értelmet és mély valóságot hordozó folyama. Tehát, hogyha a történelmet megértjük, azzal az életünk kibontakozik. Ha a történelmet nem értjük meg, ez olyan egy kicsit, mint hogyha egy növény a talajba kapaszkodna, és a talajban fogózkodna, és a talaj talál magának, vagy pedig akkor mi is a történelmen keresztül tudunk az életünknek erőt találni és talaj találni. Ha viszont nem ismerjük a történelmet, az olyan, mint hogy egy növény nem törekedne arra, hogy a talajba mélyezze a gyökereit, hanem neki jó az is, hogyha a szél ide fújja, oda fújja, és hát abból lesz az ördögkóró, ugye, de az ördögkórónak is szüksége van azért gyökerekre a megfelelő fázisban, úgyhogy ha az emberiség leáll arról, hogy a gyökereit keresse, akkor elszakad attól az éltető magtól, ami az egésznek az egészet létrehozta. Mi a történelem? A történelem az igazából az emberi élet közösségi eredője. Mik a történelmek a hajtóerői? Az emberi életet a közösségi élet felé hajtó erők eredője. Mi tehát a történelemírásnak a célja? Az emberi élet közösségi távlatainak a megvilágítása. Hogy mire jutott eddig az emberiség? Az eddigi élete során. És ebből látható az, hogy ha az emberiséget számítjuk az emberi válás korától, akkor a történelemnek az egyik legnagyobb gondja az, hogy
A történelem írást úgymond az mindössze egy pár ezer éves, miközben az emberiségnek az élete több millió évre tekinthet vissza. Mi történt velünk addig, ugye ameddig, azelőtt, mielőtt az úgynevezett hivatalos történelem elkezdődött volna, az is hozzátartozik az életünkhöz. Ugye, ahogy a gyereknek az élete, ehhez hozzátartozik az a kor is, amikor még nem tudott írni, vagy amikor még nem ismerte a magasabb matematika rejtelmeit, az is az életéhez tartozik, és anélkül semmit nem ér, és nem is képes elsajátítani a magasabb matematikát, hogyha azt nem előzi meg valami. Úgyhogy itt alapvető kérdések merülnek föl már is, hogy a történelem célját fölvetjük. És a történelemnek igazából ki arra kellene irányulni, nem csak azt megmutatni, hogy mire volt képes eddig az emberiség, hanem ezt is meg kéne világítani és megmutatni azt, hogy mire lehetett volna képes, mire kellett volna, hogy vállalkozzon az emberiség, és ezt mennyire tudta teljesíteni. Igazából ez is hozzátartozna a történelemíráshoz, mert anélkül száraz tényeket sorolna föl, értelmetlen, szűkebb összefüggésekben. Tehát arra lennénk kíváncsiak, és az lenne az igazi, ha tudnánk azt, hogy mire képes az emberiség. Hogyha értelmes, élő egészként összpontosítja legnagyszerűbb képességének a teljét. Ugye ez az, ami maga ez a kérdésfelvetés, kimutat a mai történelemből. Abból a történelem felfogásból, ami hihetetlenül durva és kegyetlen módon azt állítja, hogy a történelem nem más, mint a háborúk története. Ez egy, hogy mondjam, vessük ezt össze azzal, hogy a történelem nem más, mint annak a megvilágítása, hogy mire képes az emberiség, hogyha egy értelmes egész, élő egészként összpontosítja a legnagyszerűbb képességének a teljét. Ugye ég és föld a különbség. Mint amikor egy családban, hogyha valaki azt mondaná, hogy jobb megérteni, vagy közelebb hozza a hasonlat, hogy a családban miből állt a család életem? A verekedések történetéből. Ugye van, akinek a család élete abban. Vagy pedig abból, hogy hogyan tudok a családommal a legnagyszerűbb életet, a család életet kibontakoztatni. Ugye, hogy gyerekeink születtek, fölneveltük, és jutottunk valamiért, mert a családunk tartalmas, értelmes életet él. Ja, na hát ez hiányzik. Hanem ehelyett kapjuk azt, hogy a történelem az a háború történelem. Na nesze neked emberiség. Jól lefejeztek. Még mielőtt elkezdett volna a szegény emberiség úgymond gondolkodni, vagy az utóbbi időben azt mondom, a modern emberiség, már akkor, már azelőtt, már le van zárva minden, hogy ne lássunk. De nekünk az a feladatunk, és az a célunk itt ez az előadásról is, hogy megmutassuk azt, hogy minek kellene lenni a történelemnek. A világháron találtam, miközben készültem erre az előadásra egy megjegyzést, egy cikket, Köd Szurkáló a szerzője. És valóban egy óriási nagy köd, nem csak most, hogy sűrű ködben jöttünk ide, hanem a társadalmat, a modern világot, az elmúlt pár ezer éve sűrű köd fedi. Édesapám azért vállalkozott arra, hogy titokfejtő legyen, a világ tele van titkokkal, a több mesterségesen koholt titkokkal, le van zárva minden, el van rejtve előttünk, hogy ne tudjunk hozzáférni, ne tudjunk élni vele. És ezért mit tehet az ember, ugye csak szurkálja a ködöt, mondja ez a név. Édesapám pedig azt mondja, meg kell fejteni a titkot, mert arra való az ember, hogy feltörni a titkokat és megértse. Erre való az emberiség. Van mit megérteni. Na és mit mond a köd szurkáló? Azt mondja, vagy azt írja, a belpolitikánk undorító légköre mögött évszázadok azért lehetséges csak, hogy itt tart ez a rohadt belpolitika, ahol tart. Mert évszázadok előzik meg, évszázadok mocskos gyakorlata ásta meg a medret annak az undorító légköri politikának, ami idáig fajult, ahol most tart. Az ismert történelmünket meghamisító, korai történelmünket elhazudó szándék magyar ellenes vörös fonala húzódik végig. Ennek az évszázados hazugságtengernek és magyar ellenes aknamunkának egyenes és törvényszerű következménye országunk gazdasági és társadalmi hanyatlása, ami szintén felméretlen. Hogy lehet az, hogy 1937-ben még Ausztriával egy színvonalon állt Magyarország, és Japánnal, Finnországnál messze sokkal előbb tartott. És 1989-ben az úgynevezett szocialista béketábornak még a legjobb az évén állt. És most már lassan két az utolsó helyre csúszik le. Következetesen, és ez nem csak 1937-től van így, hanem vissza lehet vezetni egészen
úgynevezett Szent Istvánig, vagy első Istvánig, sőt, még az ő elődjé Géza királyig, Géza király óta nyílegyenesen zuhan a magyarság. Akkor még Európa legnagyobb hatalma volt, és a legmagasabb műveltségű népe, és azóta, ugye, ahogy a Történelmünk Központi Titkai című életének az egyik főművében édesapám Grandpierre Cayenne megvilágította, ezer éve zuhanunk lefelé, mert nem birkózunk meg a titok, a titokban rejtőző erőkkel. Tehát látnunk kell azt, hogy van, nagyon is szükség van arra, hogy a történelemmel foglalkozunk és megértsük. Nagyon is szükségünk van arra, hogy ne csak szurkáljak a ködöt, hanem megfejtsük a titkokat, hogy az egész ködöt eloszlassuk. Mert lényünk legfontosabb része az az éltető magja, ami mélyen a látható felszín alatt egy valóságban gyökerezik. Ez a lényege, és ez a lényünknek ez az éltető magja olyan mélyen rejlik a belső világunkban, hogy elér egészen a természeti erőkig, a világot alakító kozmikus természeti erőkig, ezekben gyökerezik a lényünk, és ezekkel függ össze, ez az éltető magja. Örök erőket hordozunk magunkban. Nem csak egy dibdáb lombok vagyunk, amit ide-oda fújhat a szél, hanem bele vagyunk gyökerezve a valóságba, a világ örök törvényeibe, a természet örök éltető törvényeibe. És ezeknek tartozunk felelősséggel, az életünkkel, hogy azt a lehetőséget, amit ezektől az örök felhatalmazásoktól kaptunk, hogyan tudjuk valóra váltani az adott körülmények között. Tehát az életünknek célja van. Az életünk felméretlen, mert az életünk 7 szinten zajlik. Egyrészt a sejtjeink élete. Az is egy alapvető szint, valóság szintje a lény mi voltunknak, mert a lény, nem csak az az egyén vagyunk, az az individuum, aminek ez a modern társadalom hazudik bennünket, hogy mi tulajdonképpen csak különálló egyének vagyunk. Nem igaz. Nem csak különálló egyének, mi magunk is sejt családok vagyunk, 60 ezer milliárd élőlény alkotja a szervezetünket, és 60 ezer milliárd élőlénynek az akaratából létezünk. Jó lenne tudni, hogy mit gondolnak ez a 60 ezer milliárd élőlény, akiből állunk. Hogy ők vajon hogy gondolják, hogy ő szerintük vajon miért létezünk? Ők vajon miért hozták létre ezt a csodálatos 60 ezer milliárd élőlényből álló szervezetet? Mert ők tudnak valamit erről. És ezen kívül, és hogyha mi figyelünk a sejtjeinkre, akkor az egészségünkre figyelünk. És hogyha nem figyelünk a sejtjeinkre, mert az egyén basáskodik a sejtek fölött, mindegy, hogy mi történik a sejtekkel, akkor lassanként megkeserüljük. Lassanként, hosszú távon, sokáig vissza lehet élni az emberi szervezet csodálatos adományaival, de egy idő múlva érezhetővé válnak a visszahúzó következmények. Úgyhogy nagyon is figyelembe kell venni azt, hogy azok a sejtek vajon, akik élő lények, érző lények és értelmes lények, hogy azok vajon, hogy mit éreznek, mit gondolnak, és hogy tudnánk fölvenni velük a kapcsolatot. Ez egy csodálatos világ. Egy kapu nyílik bennünk az életnek a kozmikus erői felé, a saját sejtjeinken keresztül. Amit a modern világ letakar és elheseget, hogy ne foglalkozz te azzal, te legyél egy individuum, vagyis egy atom. És azt az atomot, azt a porszemet majd oda söpörgeti, ugye a nagy játékos, a történelmi erő, ahova éppen megpróbálja befocizni, ugye az életünket. És mi meg ne ugrálj, ne önállóskodjunk. Hanem majd ő elfocizzik az életünkkel, aztán majd utána bezuhanunk a sírba, ugye? Ez az elképzelés, ez a minta, amit úgymond a fogyasztói társadalom ezt várja tőlünk. De a valóban a saját életünk nem ezt várja. Tehát az életünknek van egy belső összekötetése. Az egyéni életünknek is van egy kozmikus célja, hivatása, amit ezek a sejtek tudnak és hordoznak. És amit a szervezetünk tudása hordoz. De ezen kívül még össze vagyunk kötve, bár ugye ez is egy titok, hogy hogy vagyunk összekötve a családtagjainkkal. Hihetetlen, mi nem csak egyének vagyunk, hanem a családtagjainkkal valahogy mélyen, ahogy egy fából elágaznak az ágak, és a levelek,
És akkor mi úgy fogjuk föl magunkat egy-egy levél, hogy ó, mi különálló levél vagyunk, semmi közünk a másikhoz, teljesen különálló egyének. Nem vagyunk teljesen különálló egyének, hanem mi ebből a családból születtünk, és lehet, hogy az nem látható, az ág és az a törzs, a fatörzs, ami bennünket összeköt, de attól még valóságos. És a családtagokat összekötő erő az valami olyan hatalmas és olyan felfedezetlen, hogy ez bizony egy külön fejezete majd az emberiség jövőjének, a tudásának. De ott van mondjuk a hazaszeretet, ami a modern világban szintén más. Egy első számú célpont és napirenden van minden nap az undorító politikai erőknek az első számú célpontja a hazaszeretet. Miközben teljesen természetellenes, mert mi nem csak, hogy egyének vagyunk és sejtekből állunk, hanem a hazának is a tagjai vagyunk. És az természetesen hozzátartozik a lelki és szellemi épségünkhöz, hogy a hazánkhoz tartozunk és a hazánkat próbáljuk éltetni, ahogy a sejtjeink próbálnak bennünket éltetni, mi próbáljuk a hazánkat éltetni. Hogy lehet az, hogy ez a haza, ez egy célpontja a mindennapos támadásoknak? És már a hazának a fogalma is. Ez olyan, mintha egy kórokozó azt mondaná, hogy te ne akarj egy egyéni szervezet lenni, mert majd jön a rákos daganat, és az annak dolgozzál. És ne a saját szervezet, mondja a szervezetnek, hogy ne a saját életösztönét kövesse, hanem a kórokozóit. De azért nekünk látnunk kell, hogy nem az elidegenítő logikát kell kövessük a saját életünkben, hanem az egy természet adta jogunk, hogy ragaszkodjunk az életünkhöz, a családunkhoz, a hazánkhoz. És hogyha ezt nem tesszük meg, az életünk hihetetlen veszteségben megnyomorodik. Az, hogy a hazaszeretet és a hazához való kötődés miféle fölemelő erő és miféle közösségi távlatot jelent, ebbe belegondolni a parányi porszem szempontjából, amiben a modern világ züllesztette a képzeletünket, nehéz. Nehéz feladat. Fölmérni azt a hatalmas közösségi távlatot és együttműködést, aminek a hajtóerői a mélyben rejlenek. Egy természetes erők kötik össze a hazának a tagjait, és azt az emberi közösséget, ugye, ami a hazát alkotja. De nem csak a hazaszeretet az, amire föl szeretném hívni a figyelmet, hanem ugyanígy az emberiség iránti elkötelezettség is egy természetes elkötelezettség. Aki a hazaszeretetet nem fogadja el, az a természetnek a szavával, a valósággal áll háborúban. A saját maga jelenti ki, hogy ő a valóságra haragszik. Aki a hazaszeretetre haragszik. Akinek a mindennapos, célpontja, a támadás célpontja, a hazaszeretet, az a valóságot akarja megtámadni, valóságot támadja naponta. És ki fog győzni, ez a kérdés? Az, aki naponta szívósan támadja a valóságot, vagy a valóság? Mi azért vagyunk, valóságosak, és annyiben vagyunk valóságosak, amennyiben a valóságot képviseljük, és nem az álságot, hanem megpróbáljuk a valóságot a maga teljességében hordozni, és meg kinyilvánítani. És ez egy elemi természetadta jogunk, hogy a családunkhoz, a hazánkhoz, és az emberiséghez ragaszkodjunk. És ahogy az emberiség nem lehet a célpontja, vagy az egyén életünk nem lehetne a célpontja a fogyasztói társadalom mindennapos támadásának, ugyanúgy látnunk kell azt, hogy az emberiséghez való kötődésünk is egy természetadta örök törvényből fakad. De nem csak az emberiséghez, hanem az egész földi élővilághoz. Még az úgynevezett állatvilághoz és növényvilághoz is. Akik szintén élő lények és érző lények, még akkor is, hogyha a modern világban gépeknek tartják őket, a modern embereket is egyébként, az embereket magukat úgy gondolják, hogy mi tulajdonképpen kompressz gépek vagyunk. Itt tart most már a modern tudatfertőzés, tudatmegbetegítés, hogy már annyira értékeljük le magunkat, hogy ne is gondoljuk azt, hogy mi élő lények vagyunk, hanem mi tulajdonképpen gépek vagyunk. Ezt kellene gondoljuk, hogyha elfogadjuk azt, amit ők ad, ami a lapot oszt nekünk a fogyasztói társadalom. És nem csak minden földi életnek vagyunk a társai és a tagjai és hordozói, és minden földi lény, földi életnek az életszövetségének a teljes jogú hordozói, hanem az nem csak a földre, nem korlátozódik ez a földre, hanem az egész kozmosz kitöltő élővilágnak is a tagjai vagyunk. Akár elhiszi ezt a modern, a pillanatnyi pártrendszernek a utóbb
kinevezett hatalom megkaparintója, ugye a földi hatalmasságok azok egy jelentéktelen porszemek a kozmosz színpadán. És akármennyire is tagadj, lehazudják az égről és a csillagokat, a világegyetem tele van élettel. Ugye van egy könyvem, amit elfelejtettem elhozni, az élő világegyetem könyve, ebben ezt megvilágítom. Tehát csodálatos életközösségben éljük az életünket valóságban, csak ugye felfedezetlen, mert elidegenítenek bennünket tőle. De nekünk a természet adta kötelességünk, hogy ezeket felfedezzük, és ezek nem csak széltében jelentenek óriási távlatokat, hanem mélyében is. Hihetetlen szellemi, értelmi mélységben tölti ki a valóság az égig a világot és az életünket. Mindannyian össze vagyunk kötve, lényünk több, mint aminek látszik a fogyasztói társadalom szemüvegén át. Lényünk egy, a modern ember egy megnyomorodott, meghasonlott, ellaposodott, elidegenített lényként botorkál a modern világban. Kozmikus örök erő követelik meg az élet tiszteletét, az újjászületést, a virágzást. Na most akkor, hogy mit tanítanak? Hát ez lenne, én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik a történelem céljához. És ahhoz, hogy a történelemről gondolkozunk, hogyha bárki ebben tud fontos szempontot hozzátenni, megköszönöm, mert jó jön most a könyvemhez is. Mit tanítanak a történelem könyvben? Aki például a 9. osztály számára készült történelem könyvben, az Urál vidéki őshazámtól Etelközig, ezzel nyitnak, hogy a gyerek a tudomásról veszi, hogy hát úgy látszik vitán felül áll, hogy az Urál vidéki az őshazánk, mert a tankönyvben ott van. Tehát akkor nyilván akkor ott van az őshazánk. Ugye most honnan tudja azt a szegény 9-es tanuló, hogy most akkor mi a helyzet? Ő készen kapja, ez ott van feketén-fehérre, ahol ki van nyomtatva, hát nem nyomtatták volna, hogyha nem úgy lenne, nem igaz? Az Urál vidéki őshaza, az Atlanti óceántól Szibériáig terjedő széles sávban élő emberek itt megtelepedtek a jégkorszak után, közvetlenül a jégkorszak után megtelepedtek a jeges Szibériába. Hát hol máshol, nem? Logikus, nem? Ott volt a jégkorszak, nyilván megszerették a jeget, és akkor most már nem mennek a csúnya meleg tájakra, már gyerek. Halász, vadász, gyűjtőket, életmódot folytat. A jég visszahúzódása után mégis, ugye egy kis bukfenccel, a kedvező véghajlatúvá váló északi területeket kezdték lassan benépesíteni. Az állatok háziasítása, a növénytermesztés megjelenése a lakosság számának ugrásszerű növekedését eredményezte. Hogy aztán mire alapozza ez? Ez egy kinyilatkoztatás. Ugye most össze kell pisülni magunkat, ugye most kinyilatkoztatták, ez így van, hogy miért és hogyan és milyen alapon, azt nem kötik a lurkóknak az orrára. Ez van és kész. Itt van a hatalom, kinyilvánította, a gyereknek pedig vissza kell adni, és el kell mondani, ahhoz, hogy ütös kapjon. Nincs mese. Na, és akkor folytatod, hogy finnugorok. Az Urál nyelvi közösségből valamikor, Krisztus előtt 4. évezetben válhattak ki, a többi finnugor nép embertanilag nagyon különbözik a magyartól, embertanilag. De csak embertanilag, hát ugye a lényeg az, hogy a finnugor, az finnugor, közismert, hogy a nyelv története nem mindig azonos a nép történetével. És akkor a Krisztus előtt 2. évezetben áttértek a földművelésre, állattartásra, megismerkedtek a fémművességgel, a bronzot is megismerték. Na hát ezeket mind tételesen lehetne cáfolni, és hát sok-sok ilyen állítást igyekszem meg is cáfolni ebben az előadásban. És aztán később pedig, felolvasom, hogy lássuk azt, hogy mit tanítanak. Mert ez is egy bizonyos értelemben újdonság, mert nem ártatja, tudjuk, hogy mi a hivatalos tananyag. Később, már sokáig ugye finnugorok voltunk, amikor megismerkedtünk a törökökkel, többek között, amit szintén nem árulnak el, de a törökség az 1500 éves mindössze, mert azelőtt nem voltak törökök, akkor jöttek létre. De ez mindegy, most a török rokonság, tehát ha valaki azt mondja, hogy magyar a török eredeti, azzal azt mondja, hogy a magyar az egy fiatal népen, egy 1500 éve született népnek az egyik sarja. De azért eddig nehéz eljutni, úgy látszik, mert nagyon sokan nem jutnak el idáig. Na és a népzenénk dallamkincs és jó rész török hatásokat őriz. Fúha, hát igen, ezek komoly dolgok.
A török népektől tanult el a magyarság a lovasíjász harcmódot, ugye? És ez egy pozitívabb, ugye, mert nem a finnugoroktól. Meg a Facebook használatot. Igen, igen, nyilván. És az idegen szemlélek számára olyan szembetűnő ez a lovasíjászat, és emiatt Szkít a hun török nép nem nézték. Hát igen, ezekről. Félre nézték, de nem látták, hanem hát ez egy finnugor nép, ugye, hát rögtön ezt kellett volna. Na akkor nézzük meg, honnan jöttek Árpád magyar jegyi. Létezik valami, amire csak egy röviden tudok most kitérni. Az időszinte miatt pedig nagyon-nagyon szívesen beszélnék róla sokat. Ez a természet földrajzi megalapozás. A természet mit tud? Na hát lényeg az, hogy a természetnek van egy hihetetlen adottsága. A Földön létezik sokféle táj, hegyes-völgyes tájak. De létezik egy bizonyos táj, ami rendkívül kitüntetett, mert a Földnek a legnagyobb egységes tája. Összesen 8 millió négyzetkilométer. Természetesen ez nem lehet máshol, mint Eurázsiában, amelyik a legnagyobb szárazföld. És Eurázsiában a legnagyobb egységes táj, ez bizonyos vízszintes táj, egy síktáj, ami történetesen a Kárpát-medencétől Japánig és Észak-Indiáig nyúlik, és ezt úgy hívják, ennek a területnek egy nagy részét, nagy része az utóbbi időben Szovjetunióhoz tartozik, most nem hívják még szovjet síkságnak, meg Szovjetunióhoz összeomlott, hanem egyszerűen csak sztyeppének, amivel így utalnak arra, mint egy ilyen új keletű címkét ragasztanak rá, hogy jó, hogy nem cári sztyeppének nevezik, vagy, szóval egy kicsit furcsa, hogy a legújabb tulajdonosnak a szóhasználatát vetítik vissza arról, hogy pár millió évvel ezelőtt ez a terület már egy egységes táj volt, függetlenül attól, hogy az orosz nyelvet mikor találták ki, egyesek szerint ez mindössze egy 1000 évre tekintett vissza. Nem való és nem helyes egy olyan terminus, egy olyan elnevezést alkalmazni, ami egy új keletű politikai viszonyokból ered, és ezt visszavetíteni egy olyan kor és olyan összefüggésből, a földrajzi viszonyokról van szó, nem politikai viszonyokról. Nem hatalmi viszonyokról, hogy ki tette rá a kezét és mikor, hanem itt egy földrajzi viszonyokról van szó. Tehát ez nem lenne helyes terpének neve. Ez eurázsiai síkság, mondjuk úgy. Ez az eurázsiai síkságban a legnyugatibb csücske a Kárpát-medence. És honnan indultak ki Árpádék? A korabeli arab történetíró, aki első számú forrása lehet, a egyik első számú külföldi forrás lehet erre vonatkozni, azt írja, hogy Koraszán tartományból indultak Árpádék. Ez egybevág a magyar krónikáknak a szereplő állításokkal, ami szerint Evilát tartományból indultak el Árpádék. Evilát tartomány Perzsiához tartozik, vagyis Iránhoz. Koraszán tartomány Perzsiához tartozik, vagyis Iránhoz. A külföldi és a magyar krónikák korabeli források egybevágnak. Tehát honnan indult el a magyarság? Innen. De mit tanítanak az iskolában? Finnugor népek vagyunk. Ég és föld érezhető a különbség. Ugyan, mert hogyha innen indultunk Koraszánból, akkor nem lehet a finnugor őshaza az Ura déli csücskétől 2000 km-re északra, ahova teszik. Hanem fordítva az Ura déli csücskétől 2000 km-re délre, vagyis mindössze 4000 km-es különbség van így ebben a függőleges irányban, ami azért elég durva hiba, hogyha egy vizsgán valaki egy ekkora hibát elkövet, biztos, hogy egyes kapna. Ettől függetlenül ez az eltérés fennáll. Tehát Árpádék vidékét Koraszánt Szkítiának is nevezik, az őslakóit érdekes néven szólítják, és ezt most, ahogy jöttem ide a vonaton, jöttem rá, hogy milyen érdekes, hogy Apárdi népnek nevezik, és az Apárdi, ez viszonylag közel áll az Árpád nevéhez. De jó, aztán elhesegettem magamtól, hogy hát ez csak egy kicsit erőltetettnek látszik. De aztán még kiderült még egy-két dolog, és akkor végül is mégsem, talán mégsem annyira erőltetett. Tehát ez az Al-Bakri írta azt, hogy a Koraszánból származik, és hogy a Koraszánból származik, se nem török, se nem finnugor. És lényeg az, hogy menjünk tovább most akkor ezeket. Nem is mondom el. Tehát a kézzel és a képes kronika Nimrod lakhelyét Evilába teszi. A tárgyi Üngüris, az az őskronikánk, amit édesapám Grandpierre K. Endre
munkásságának köszönhetően jelenhetett meg magyarul, és így ki, és az édesapámnak köszönhető az, hogy kiderült erről a krónikáról, hogy Árpád kora előtt íródott magyar ős krónikáról van szó, és az Aranykincsek Hulltak a Hargitára című könyvében ezt megírta. És amikor ez a könyv megjelent 1990-ben, mivel édesapám műveit és az összes munkásságát betiltották, és nem jelentett meg semmiféle írása 1970-től, amikor bebizonyított, hogy Zrínyit meggyilkolták politikai megbízatásra, és nem Vatka ölte meg. Ugye? Itt van egyébként ez a könyv is, Gróth Zrínyi Miklós meggyilkoltatása. Utána fekete listára tették, és amikor ugye 1989 után megszűnt ez a cenzúra, akkor édesapámnak 5 éven belül 26 könyve jelent meg. Mert annyira le volt folytva. Mert ő történetesen magyar szerző, és neki van egy ilyen mondása, hogy az igazságot még akkor is el kell fogadni, hogyha az a magyaroknak kedvez. Most hát egy ilyen szerzőt nem járhat másképp, mint hogy betiltják. Milyen országban? Magyar nevű ország, Magyarország. Na most akkor Kozmosz Indoko Pleusz, ez görög utazó, 510-ben beutazta Dél-Arábiát, Abesszíniát, Indiát, és a munkájában azt írja, hogy Evilátot Hunniának nevezi. Azt az Evilátot, ami a krónikáinkban Árpádnak a hona, azt egy korabeli utazó, aki abban a korban élt és könyvet írt, ő Hunniának nevezi Evilátot, amikor azt írja, India és Hunnia, vagyis Evilát. Tehát Hunnia és Evilát az ugyanaz. Tehát akkor, ha Evilátról indultak Árpádék, akkor kik voltak Árpádék? Magyarok? Vagy evilátiak? Vagy hunok? Ugye milyen érdekes? De ezt az adatot nekem kellett kiválasztanom, pedig csillagász vagyok. Történészek nem érdeklődtek ez iránt, mert ő nekik az az adat, ami a magyaroknak kedvez, az nem adat. Ugye azzal nem kell törődni. Csak kifejezetten, csak az számíthat, ami a magyarok ellenére vagy rovására van. Ez a magyar történelmírásnak az alapszabálya. De szerencsére azért vannak kivételek, akiket persze rögtön kiközösítenek. Na itt van például az időszámítások előtti 6. században látható ez a felület, Szkítia. Szkítia, ugye Szkítia egy hatalmas nagy ország abban az időben, az egész Eurázsiai, történetesen éppen az Eurázsiai síkságra terjedt ki, 8 millió négyzetkilométerre, de itt is van egy része a perzsa uralom alatt, vagyis Szkítia idáig is kiterjed, itt van Szogdia, és itt van Szkítia. És ez a Szkítia az éppen nem más, mint az az északkeleti, itt van Pártia, mint az az északkeleti része Iránnak, a mai Iránnak, ahol Koraszán tartomány is található. Sőt, egy másik képet is, hogy nézzél meg, itt van, itt olvasható Koraszán, itt egy kicsit máshogy mutatja, itt van az Araltótól délre vagyunk, a Kaszpitótól keletre, itt van Koraszán tartomány, itt van Merv városa, Balk városa, Szamarkand, Taskent, és itt van Farsz. Na és akkor ezekből, ahogy ezeket végignéztem, Árpádnak az utódai, ugye, akiket vezéreknek, meg fejedelmeknek neveznek, miközben a bolgárok, akiket legyőztek az Árpádék, a bolgároknak királyuk van, Árpádnak a beosztottjait, például Botondot és Gyulát királynak nevezik a nyugati krónikák, de Árpád nem lehet, más csak fejedelem. Ugye, mert hogyha magyar, akkor nem. Vagy pedig törzsfőnök, az még elmegy. De mekkora volt Árpád ország, majd látni fogjuk, hogy minden kis gót és germán csoportnak a főnökét királynak nevezik, de a magyar uralkodókat nem lehet. Még Attilától is elvitatják, és most egyébként Magyarországon jó szendékú magyarok, most avatta két Attila szobor létezik Magyarországon már, és az egyik Attila fejedelemnek a szobra. Tehát Attila, akit még Jordánesz a magyar gyűlöletéről is hírhet történetíró, még Jordánesz is a király királyának nevezi, a gótok történetét megíró, való minden bizony a Róma hatalmi megbízatásából írta a munkáját. És még ő is elismeri azt, hogy sőt az Enciklopédia Britannicában is királynak nevezik Attilát, az Enciklopédia Britannicában, ugye, ami pedig nagyon messze van a tárgyilagos szemlélettől, bár az lenne a feladata. De az csak az Enciklopédia. A magyarok, akik állítanak szobrot Attilának, ők lefejedelmezik, ugye, hogy
lefejezik róla a király, nem tartják királynak, mert már bedugult az agyuk, már nem tudják azt sem, hogy mit akarnak, és hogy utána nézzenek annak, hogy most király volt, vagy nem. A lényeg az, hogy tényleg a király a királya, hogy magyarul mondja. Na most Árpádnak az utódai, ugye voltak, az uralkodók, Árpád háznak azok a nagy uralkodói, akik még szabadon a magyar történelemnek, hogy a kétféle szakasza van. Ahogy édesapám megvilágított a magyar történelem központi birkei című művében. Az egyik szakasza az a magyar irányítású magyar történelem, a másik szakasza az idegen irányítású magyar történelem. És Géza óta az idegen irányítású magyar történelem korát éljük. És Géza előtt, vagyis az Árpád és közvetlen utódai alatt pedig magyar irányítású magyar történelem. Az volt aztán csak a világ. Minek nevezik őket? Egyrészt hallgatnak, ugye szinte senki nem tud róluk, ugye már ki is vannak tagadva, 1000 éves a magyar történelem, Árpádnak nyilván nem volt magyar. Fölvettük a nyugati majmolást, ugye besorakoztunk a nyugatnak a parancsa alá, és attól kezdve vagyunk. Addig nem is voltunk, akkor nem tudom, hogy tudtuk fölvenni, de mindegy. Lényeg az, hogy ez volt az igazi nagyszerű kor, a magyar kor, Európa közepén. A magyarok ellenállhatatlanok voltak katonailag, írástudásban, műveltségben, gazdagságban, tudományban, mindenben. És ekkor ragyogott még a magyarok csillaga magasan, és akkor hogy hívták Árpádnak az utódait, akik követték a trónon? Ugye Fajsz, Taksony és Zsolt. Na most akkor, és volt egy társuralkodója, Kurszán. Na most akkor itt van a Koraszán, ahol az apardi nép, Árpádnak él. Na most ez az apardi nép, nek itt van Koraszán tartománynak a nevéről, a Karácsony című könyvben is kimutatom, hogy a Kurszán névvel egyezik meg. Árpádnak a társuralkodója Kurszán. Tehát akkor most már nem csak arról van szó, hogy apardi hasonlít az Árpádhoz, hanem a Koraszán is hasonlít a Kurszánhoz. Emellett itt van még Farsz, ami pedig a Fajsznak a nevéhez hasonlít. Emellett itt van még Taskent, ami meg Taksonynak a nevéhez, ugye a máshol hangzott azok a meghatározók hasonlít. Tehát itt egy egész sor olyan szótő szerepel, olyan meghatározó máshol hangzókból álló szó, ami mind összeköti, és valóban még egy dolog összekötheti, hogyha valóban innen jöttek már egy minden bizonyal, akkor hozták magukkal azokat a helységneveket, azokat a fő neveket, amiket minden nép visz magával, hogy otthon érezhesse magát. Tehát amikor elmentek az angolok Amerikába, akkor ott, akik Yorkból mentek, azok létrehoztak egy másik települést, elnevezték New Yorknak. Ugye, hogy otthon érezzék, ez is York. Volt egy Cambridge Angliában, lett egy másik Cambridge Amerikában. És így tovább. Volt egy Brunswick, lett egy új New Brunswick. Na és nyilván, hogy Árpádék innen jöttek, már pedig innen jöttek, akkor ezeket a neveket hozták magukkal, és hogy ilyen szépen, hogy szinte teljes körűen, ugye az összes uralkodónak a neve kapcsolatba hozható, ennek a tájnak a nevével, hát ez úgy tűnik nem véletlen. Na most akkor menjünk tovább. Árpád népe rendkívüli tehetség, hogy milyen ez a nép, aki nem csak hogy Európában, Ázsiában is kimagasló műveltség, pedig Ázsia ugye öt magas műveltségnek volt az otthon, a Kína, India, ugye Perzsákat is ott tartják számon, ugye Egyiptom is még odasorol, a Mezopotámia még odasorolható, és hát itt Szamarkand környékén, hát ugye a magas műveltségnek a teteje. Na most is, ez pedig pontosan az a környezet, ahonnan Árpád jött, a világ legmagasabb műveltségi helyéről jött Árpád. Mit tanítanak róla? Nekünk írástudatlan volt. Mindenki írt már ott azon a környéken 1000 évek óta. És onnan jött. És mi történik? Nyilván írástudatlan volt. Ezt a gyalázatot elkövetni. Ugye kell hozzá elérség. De most már a Rónatas András, egy akadémikus, aki rendkívül sok tekintetben elfogadta ezeket a hivatalokat, most már ő is felveti, hogy hát hogy olyan környékről, ahol mindenki tudott írni, nehéz elképzelni, hogy pont az Árpádék nem tudta. Na de nézzük meg, hogy mit tudott ez a Koraszán tartomány. Innen származik Alkarizmi, abból a korból, ugye Árpád korából, az algebra feltalálója. Tehát egy olyan népről van szó, aki az algebrát feltalálta. És ez Árpád népe, a magyarság népe.
Az algebra feltalálója. Az első és másodfok egyenletek megoldása módszerének feltalálója. A nulla szám bevezetője. Erre még egyébként lehetne be. Firdauszi, az ókori kelet egyik leghíresebb eposza, a Sáhnáma, a királyi könyve írója. Innen származik. A háromszög színusz törvényének feltalálója, Manszúr, innen származik. Al-Biruni, a Koránnak, a világon a leghíresebb természettudós, a matematikus, csillagász, filozófus, történész, enciklopédista, innen származik. Koraszán valami különleges tartomány. Valahogy egyszerűen elképesztő, hogy már mások is észrevették. Avicenna, a leghíresebb iszlám természettudós filozófus, innen származik. Omar Khayyám, híres költő, kiemelkedő csillagász filozófus, innen származik. Harmadfokú egyenletet meg tudta oldani. Az év hosszát úgy tett, olyan pontos határozott, hogy csak a 19. századi nyugati tudomány tudta elérni. Na most innen, ebből a népből innen származik a magyar, Árpád magyarság. Ennyire műveletlen barbárok voltak az őseink. Koraszán őslakói, az Apárdi nép. Időszámításon került 1300-tól. Tehát az Enciklopédia Britannica azt írja, hogy Magyarország a 9. században jött létre. Na most, és ez van az Enciklopédia Britannicában. Amit, hogyha valaki nem tudja, hogy miről van szó, mert előveszi Kenyában, vagy előveszi Amerikában, se tudja, hogy hol van Európa. És előveszi, hát akkor nyilván így van. Egy elolvasta az Enciklopédia Britannicában, ezt rágában nem jut, hogy az Enciklopédia Britannica hazudik. De hogy azt a tömény hazugságot, ami, azt a gyalázatos hazugságot, amit az Enciklopédia Britannica összehordott a magyarságon, hát az valami égbe kiáltó. Bajor író is följegyzi, hogy a magyarok királya az úgynevezett honfoglalás, mert ez is egy gyalázatos tudathamisítás, tudatmérgezés, ez a honfoglalás kifejezés. Nem volt honfoglalás. Soha nem volt. Ez egy mesterséges akna az agyunk közepére, hogy a saját őseinket megbélyegezzük, hogy a saját őseinket rablógyilkosoknak bélyegezzük meg, udvarias formában, rablóknak, betolakodónak minősítsük azokat az őseinket, akik megvédték a magyarságot az idegen uralomtól, és miután Árpádék visszajöttek a hazájukba, a krónikáink ezt írják, és a Tali Hingivis megírja, hogy mikor Árpádék visszajöttek az őshazájukba, akkor itt egy velük azonos néven beszélő magyar nevű népet találtak. És velük azonos nyelvet beszéltek. Vagyis Árpád magyarul beszélt, akkor is, hogyha hun volt, magyarul beszélt, és itt egy vele azonos, és ez a nép, Árpád népe, itt egy magyarul beszélő népet talált. Ezek voltak az őslakosai a Kárpát-medencének. És ez az összes krónikánk azt írja, hogy hazajöttek, visszajöttek a magyarok ide, Árpádék, és visszajöttek, akárcsak a hunok is annak idején, visszajöttek a jogos tulajdonukba, és az az ember, aki azt merészeli, azt a megbélyegző jelzőt hajlandó elfogadni a tehetetlenség erőnél fogva, hogy ő is honfoglalásnak nevezi, mert ezt már annyiszor begyűrűztették az agyába, hogy a saját őseit, akik éltek, haltak, azokat gyilkosnak bélyegezze, és honrablónak, betolakodónak, csak hogy az a valaki, aki a tehetetlenségének ezen a fokán áll, mint sajnos nagyon sok olyan előadó, akivel együtt adok elő sok helyen, és akik azt mondják, hogy tényleg így van Attila, ezt nem fogom többet használni, mégis tovább használják, mert a tehetetlenség nagy úr. Begyökerezett mélyen az idegen szemlélet, nem tartjuk magunkat magyaroknak, hanem csak ide betolakodóknak. De gondoljuk meg, hogy milyen, hogy áll az az ember, hogy aki ezt elfogadja, az olyan, mint hogyha azt mondaná, elfogadná azt, hogy ő tulajdonképpen, amikor hazamegy, most innen, itt vagyunk most ebben a teremben, és amikor hazamegyünk, akkor ugye hajlandó nyilvánosan kijelenteni, hogy akkor lakásfoglaló lesz, amikor hazamegy. Lakásfoglaló. Hogyha ezt nagyobbra verné mindegyike annak azoknak, akik a honfoglalás kifejezést alkalmazzák, akkor ezt hamar kiszagolnák mások, akik élelmes emberek lesznek, hogy te lakásfoglaló vagy. Hát amikor elmész hazul, akkor én leszek a lakásfoglaló, elfoglalom a lakásodat. És te meg nem ugrálhatsz, mert te magad mondod saját magadról, hogy lakásfoglaló vagy. Ugye a mai világban könnyen előfordulhat ilyesmi. Elő is fordul. Ugye vannak olyanok, akik leítatnak embereket a kocsmába, aláíratnak ők egy papírt, és utána beköltöznek hozzá. Ugye, és három héten belül, ugye annyiszor esik le a lépcsőről, hogy ugye három héten belül elhalálozik véletlenül. És ott van a papír, amit aláírt részegen, kész. Ugye lakásfoglalásnak egy új módja. Na szóval vannak igények a saját hazánkra. És azok, akik ide... Ennek az igénynek az elismerése, amikor a lakó elismeri,
hogy ő nem a saját lakása az, hanem az, aki majd elfoglalja. Ez a honfoglalás ezzel egyenértékű hazaáruló kifejezés. Nyilvánosan árulóba bocsátjuk, és az őseinket is meggyalázzuk ezzel. Tehát ennyire, édesapám azt mondja, ez a legmérgezőbb, leggyilkosabb fogalom a honfoglalás. Ezt úgy főzték ki a boszorkány konyhába 1848 után. Mert addig a nyelvújítási szótárok egyikében sem szerepel ez a fogalom. Ezt mesterségesen hozták létre az osztrák és nemzetközi titkos szervezetek azért, hogy a magyarságot szellemileg győzzék le, mert úgy látszik, 48-ban úgy látszott, hogy nem lehet. És csak orosz segítséget tudták legyőzni. A nemzetközi háttérhatalom rábírt az oroszokat, figyelj, kaptok ennyi összeget, támadjátok már meg a magyarokat, mert az osztrákok nem bírnak velük. Úgyhogy, tehát ennyit erről. Úgyhogy valóban, na most akkor nézzük az írástudást, tehát lehetett látni. Most a hamisításon következett. A Tárichi Üngörűs című krónikát, őskrónikát 1861-ben találó jutott Vámbéry Árvin kezébe, Konstantinápolyból, egy török nyelven írt ősgeszta, ami a magyarok történelmét tartalmazta. És ezt bemutatta a Magyar Tudományos Akadémián, de lehet, hogy nem kellett volna, mert ott kimondták rá a halálos ítéletet, jó, megy a sülyeztőbe. Ott a sülyeztőben eltöltött mindössze 120 évet, egy olyan országban, ami Magyarországnak nevezi magát. A magyar őskronika, hogyha a románoknak gondoljuk el, vagy akármelyik másik népnek a világon, előbb bukkanna egy olyan őskronikája, ami 200 évvel fiatalabb vagy idősebb, mint az összes addigi legrégebbi őskronikájuk, ugye hát ez egy olyan óriási nemzeti szenzáció lenne, hogy az akadémia, rögtön beválasztanak az akadémiára azt, aki ezt felfedezi, és aki ezt a nemzete rendelkezésére bocsátja. Nálunk nem így volt, hanem annak pont az a világnak az a nép, ami pont ellenkezőleg alakult a felső vezetés, annyira magyar ellenes, hogy ezt nem engedélyezte. És aztán végül is bátor magyarok kilopták a könyvtár titkos zárolt részlegéből, kikölcsönezték a mikrofilmet, és akkor a mikrofilmet, mert aztán annak alapján sikerült legépelni, és aztán jött az, hogy le kell fordítani. De hát nem akadt Magyarországon senki sem, egyetlen történet sem, aki hajlandó lett volna lefordítani, mert tudta, hogy az állásával játszik, vagy az életével. De mégis akadt valaki, aki lemerte fordítani ezt a magyar krónikát törökről magyar, visszafordítani, mert törökül maradt fönn. És ez a professzor, aki ezt lefolytatta, a Prágai Egyetemnek, a turkológiai tanszékének a professzora. Tehát egy külföldi ember az azt mondja, hát engem mit csinált engem, ugye nem tudnak eltávolítani az állásomból, hogy ő lemerte fordítani. Utána 10 példányban legépelte, és eljutott a Magyarországra a kéziratot, ugye a fordítást, hogy most akkor ezt kell megjelentetni. És eljutott a legnevesebb magyar történészekhez, akik közül egyik sem volt annyira bátor, hogy ezért küzdeni mert volna. De a 10. példány édesapámhoz jutott, aki viszont nem hagyta magát, és elment Ligeti Lajos akadémikushoz, az akadémia alelnökéhez. Ugye egy bátor magyar társaságában, ugye akinek szintén része volt a Tárichi Üngörűs felszínre juttatásában, és elmentek és mondták, hogy hát kérik a Ligeti Lajosnak, az akadémiának a támogatását, hogy ez a magyar felvesetlen értékű magyar őskronika megjelenhessen. Amire Ligeti Lajos elkezdett üvöltözni magából kikelve, hogy ne próbáljanak meg engem ezt pont, ugye nem mondom ki, vödörbe dugni, mondta az akadémia alelnöke, tehát úgy látszik, hogy ő egy kis, ilyen kis, hogy mondjam, kismiska azokhoz a hatalmakhoz képest, akik az akadémia alelnökét bármikor bármit csinálhatnak vele. Tehát őneki semmiféle hatalma nincs, ő csak egy ilyen bábú a játszmában, az akadémia alelnöke. És utána elkezdett kiabálni, hogy álljanak el a krónika kiadásától, mert különben véres fejjel fognak visszavonulni. Fenyegetőzött a dicső, az akadémia alelnöke. És utána fölajánlotta, hogy ez a moskos viselkedés nem lesz volna elég, fölajánlotta, álljanak el a krónika kiadásától, és cserében megígér egy páratlan előmenetelt, a művek kiadását, ha leveszi a fekete listáról mind a két szerzőt, és akkor kiadja a műveiket, hogyha elállnak attól, hogy a magyarság ügyét szolgálják. Ugye akkor személyesen nagyon jól fognak járni. Csak ennyi.
Ugye, hát ez a szokásos módszer. Amire édesapám azt mondta, hogy nem. Nos, ekkor kezdett el kiabálni, úgyhogy végül is úgy kellett hátrálni, hogy szinte a fizikai erőszak majdnem kitört. És ezután még édesapám még vívta a küzdelmét a minisztériummal, ahol Posgai Imre mellé járt a megrendetésének, ennek a kronikának, aztán ugye elmozdították, és utána egy másik osztályvezető visszavonta Posgai engedélyét. De végül édesapámnak megjelent a tanulmánya a kortársban, de a kortársnak a főszerkesztőjét persze rögtön kirúgták, amikor megjelentetett egy magyar őskronikáról egy cikket. Ugye akkor nyilván az állásával játszott valóban. És, de mégis megjelent, és amikor megjelent, ez egy hihetetlen nagy szenzáció számba ment, úgyhogy aluljárókban 10-szeres áron árulták a kortársnak azt a számot, amit édesapám tanulmánya benne volt. És végül is aztán megjelenhetett egy könyv is erről, 1990-ben az aranykincsek hultak a Hargitára. A könyv óriási szenzáció volt, hatalmas sorokba kellett állni, amikor egy helyen egyetlen könyvözőben lehetett kapni. Én is ott álltam már 9:30-kor, hogy 10 órakor sorra kerülök, amikor kinyit a bolt. És akkor még volt, de mondták, hogy már fogyóban van, és amire én megkérdeztem, hogy hány példány, és mondták, hogy 100 darabot kaptak összesen. Tehát ki is adták a könyvet, meg nem is adták ki, 100 példányban. De aztán közben kiderült, hogy a könyvet nem 100, nem, az melyikkel volt? Ott a Tári Hungrisszel volt. Igen, az a Tári Hungrisszel volt. Ez volt a Tári Hungrisszel. De utána az aranykincsek kultok, ami egy ismertető erről a Tári Hungrisszről. Azt hiszem nem 100 példányban adták ki, mert a Tári Hungrissz 1982-ben jelent meg, a magvető kiadásában ez az ismertető. Az aranykincsek hultakarítás 1990-ben tudott csak megjelenni, ugye, mert 89-ben szűnt meg a cenzúra. 1990-ben jelent meg az aranykincsek hultakarítás 40 ezer példányban. És azt is csak egy hétig lehetett kapni. És egy hét múlva eltűnt, mert a hírek szerint bement egy ember, és azt mondta, hogy ő megvenné a 39.900 példányt, ami még megmaradt. Éppen volt nála annyi pénz. 39.900, nagyon megtetszett neki a könyv, 39.900 szüksége volt rá. Értető, nem? Aki teheti. Úgyhogy a könyv eltűnt a forgalomból, több mint 10 évre, de több mint 10 év után jött egy hír, hogy egy titkos raktárban rendelkezésre áll pár ezer példány ebből a könyvből. És úgy látszik, hogy a lerakta, és már ahhoz nem fűlt a foga, hogy rögtön fölgyújtsa, vagy nem tudom. És mégiscsak megmaradt belőle egy pár ezer példány, és ennek köszönhető, hogy most itt van ebből a könyvből. Na most akkor, ez a Tári Hungrisz, ez csak úgy tudott megjelenni 1982-ben, hogy a fordítója a párizsi turkológiai tanszéknek a professzora, ő lefordította, és itt van a kézirat. Ez az a kézirat, ami édesapám kezé volt. És így kezdődik maga a krónika, ez egy bevezetés. És itt kezdődik, legyen ez így, ez a bevezetés, előhang, és utána kezdődik. A regősök és a krónikások így írták meg. Na most az volt az egyik követelménye a magyar hatóságoknak, hogy akkor jelenhet meg csak ez a könyv, hogyha a fordító beleegyezik abba, hogy ezt az első mondatot meghamisítsák. Tehát csak akkor jelenhet meg, hogyha a törvénybe ütközően a magyar krónikát meghamisítják. Meg is hamisították, meg 82-ben le lehet ellenőrizni. Itt van, ez az eredetiből van kimásolva, nekem megvan az eredeti, mert édesapám példánya nálam van. És ebben így szerepel. És akkor ezt lecserélték és meghamisították, hogy a hírmondók és a híreknek a továbbítói ezt így mondták el. Hogy, és ez valami ilyesmi volt a lényege, az, hogy a magyarok nem tudtak írni, olvasni. Nem, akkor sem, hogyha ahonnan jöttek, nem tudhattak írni, mert barbárok voltak. És ezt, hogyha másképp nem, akkor akár bűn elkövetés árán. A magyar népnek a legbecsesebb dokumentumának a törvény ütköző meghamisításától sem riadnak vissza. És ezt is megtették. Ilyen légkör uralkodik itt. Úgyhogy ilyen hamisítások, elhozódott történelem, 20. század. Na, egy kicsit be lehet szagolni, hogy mi történik. Hogyan próbálnak hamisítani, de nem járnak sikerrel, mert mégiscsak kiderül.
Ja igen, és itt ez a meghamisított. Az évszázadok hírnöke és a hírek elmondói ilyenképpen adták elő. Ugye? Nem írtak ám. Tudták, hogy azt nem szabad. Írni nem. Tehát ez lett a megváltoztatott. Ugye, és akkor még édesapámnak az írása, hogy regősök, nem hírnökök, hanem regősök, és írták. Tehát amikor Árpádék visszajöttek Magyarországra, vagy hogy úgy mondjam, visszajöttek Szkítiából, vagy Hunniából Magyarországra, vagy visszajöttek Hunniából, Szkítiának az egyik részéből a másik részébe, Evilákból Kárpát-medencébe, mekkora volt akkor, ugye Árpád meg egy államot alapított, vagy újra alapított, ugye, mert az avarok alkottak előtte ott egy államot, de az avarok államát szétverték a frankok, és ezért minden bizonyal ezért hívták be az itt lakó magyarok, ahogy édesapám ezt kimutatja, a Kárpát-medencei magyarok hívták be Árpádot, hogy gyertek vissza, mert baj van, ugye a Kárpát-medence egységét vissza kell állítani, mert ez a mi ős hazánk. És ezért azok az Árpádék, akik több mint 1000 éve távol éltek az ős hazájuktól, de nem éltek egy idegen országban, hanem ők is Magyarországon éltek, vagy ők is Hunniában éltek, csak éppen egy másik részében. Tehát olyan, mintha azt mondanám, hogy Miskolcról elhívtak egy erős magyar népcsoportot azért, hogy jöjjenek Budapestre, mert Budapesten baj van, mert a legutóbbi szavazáson átvette a nem tudom milyen valaki az uralmat. Na ez történt itt is, és ahogy édesapám ezt részletesen kimutatja. Na most ahhoz, hogy Árpádnak az országát föl tudjuk mérni, hogy a Magyarországot föl tudjuk mérni, ahhoz tudnunk kell azt is, hogy a bulgárok kik voltak, a volgai bulgárok kik voltak. A volgai bulgárokról főegyezte Prokopiosz, hogy a Attila meggyilkoltatása után a két jelentős hun törzs élt a Fekete-tenger északi partján, az egyik és a két uralkodóikról Kutrigur és Utrigur néven nevezték ezt a két hun népet, és ebből a két hun népből szerveződött a bolgárok népe. Tehát egyenes következtetés, hogy a bolgárok nem törökök, hanem hunok. És ugye miután Attilát 453-ban gyilkolták meg, a törökök pedig 551-ben tűntek föl, tehát fizikai lehetetlenség lett volna, hogy törökök legyenek, ugye, hanem ezek nem lehettek mások, mint hunok. Na most a 10. században volt egy királyuk, neki királyuk volt, és érdekes nevet adtak ennek a királynak, Álmus. Ez volt az Álmus. Tehát a hun királynak a neve Álmus. Na most nálunk az Álmos néven volt egy sokkal hatalmasabb uralkodó, hogy nevezzük mi magyarok? Fejedelem. Hogy nevezzük nála sokkal kisebb uralkodó? Király. Miért? Mert a történelmi írásban van két íratlan szabály. Az egyik az, hogy a történelmet mindenképpen meg kell hamisítani az emberiség rovására. Ez az első szabály. A második szabály, ha magyarokról van szó, akkor kényszeresen súlyosan kell meghamisítani. És van egy harmadik szabály, ha a székelyekről, akkor pedig háromszorosan súlyosan kell meghamisítani. Ez az előírás. Így működik a történelemírásnak ezek a műhely titkai. Na most Álmosnak nevezik, és van egy másik bolgár király, úgy hívják, hogy Kürt. Vagy Kurt. Nyilván nem a német Kurtról van szó, hanem ezt így tudták leírni. Kurt vagy Kürt, ugyanabban az időben ugye Kürtgyarmat volt egy magyar micsoda? Törzs. Vezér, vagy törzsfőnök, ugye? Vagy fejedelem. Na most van egy városuk ezeknek a bulgároknak. Ennyi. Hát bulgárok létére várost építettek, hát a magyaroknak ez nem volt szabad. De bulgároknak az lehet, hogyha bulgár néven vannak, akkor lehet. Van a város, hogy hívják? Az egyiket úgy hívják, hogy Taksony. Milyen érdekes, ugye? Mint a... Ahogy Taskentet is megemlítettem ebben az összefüggésben, de Taksony ugye Árpádnak az utódja, és a másik pedig Madara. És az ős, van egy ősük, aki számon tartanak, Duró néven, ami pedig Gyula lehetett, egy fehér hun dinasztiának ez a neve, egyébként Indiában is kimutatták, több ezer évre visszamenőleg. Ugye a Gyula nevű fehér hun dinasztiát, és Attilát, Aszparuk Kán,
alakította a modern Bulgáriát, és azt produktán visszavezette a családfáját Attilához. De ez nem zavar sok embert meg abban, hogy a bulgárokat töröknek nevezzen. De ennek is megvannak az okai, itt is a történelmi hamisításról van szó. Úgyhogy menjünk, tehát a bulgárok, ezek szerint a bulgárok országa az egy olyan ország, amiről egyébként majd még itt lesz szó, hogy a nyelvük milyen, mi volt a bulgár nyelv. A bulgár nyelv történetesen olyan nyelv volt, ami történetesen azonos volt a magyarral. Tehát magyar nyelven beszéltek, nem csak az, hogy a királyokat Kürtnek és Álmosnak nevezték, hanem még a nyelvük is magyar. És van ott egy másik birodalom, egy hatalmas birodalom, a Kazár birodalom. Kazária 600-850-ig. Ugye itt van az Aral-tó, Káspi-tenger, Fekete-tenger, Kárpát-medence. Tehát ebben a hatalmas területen, ahol ugye Etelköz, mondják, hogy az Etelköz, itt egy 250 éven keresztül fönnállt egy hatalmas ország, Kazária. Kik voltak ezek a kazárok? Nem tudjuk, senki nem tudja. Mindenesetre érdekes, hogy a fönnmaradt egy bizánci, vagyis ellenérdekelt uralkodónak a jegyzetei, amiről kiderült egyébként, hogy meghamisították, és ő maga is politikai számításból történelmi hazugságokat írt meg, ez egyértelműen kiderült, de mégis hogyan, mit írt? Azt írja, tudni való, hogy a besenyők szállása eredetileg az Etil, vagyis a Volga folyónál, valamint a Jajk folyónál volt, a Jajk folyó az pedig az Urál folyó, és határosak voltak a kazárokkal és az úgynevezett uzokkal. Ezzel az a probléma, hogy a szöveg, a bizánci uralkodónak a szövege nem volt eléggé magyar gyűlölő és magyar idegen. Nem volt, és így nem felelt meg a szalon előírásainak, ugye? És ezért az eredeti szövegben kiderült, hogy a bíborban született Konstantin, bizánci császár, Madzárt írt, tehát a besenyők szállása a Volga folyónál a magyarok birodalmával volt határos. Kazária tulajdonképpen magyar ország. De mivel ugye ezt nem akarták, mert ez magyaroknak kedvezett volna, tehát az nem lehet, az világos. Ez az alfájásod, meg addig el sehet kezdeni történelmet írni. Tehát ezért a lábjegyzetben hozzáteszi, hogy az eredetiben Madzárius, de nyilván elírta a bíborban született Konstantin, nem értett hozzá, elírta. Csak hogy 1973-ban egy finn kutató kimutatta, ami megjelent aztán a Turán című folyóiratban 2009-ben, hogy egy nagyon neves, világhírű történész, Altaim, aki Attiláról is írt egy világhírű könyvet, ez az Altaim rámutatott arra a 51-ben megjelent német nyelvű munkájában, a 89. oldalon, hogy nem valószínű, hogy a bíborban született Konstantin császár az X helyett írta az M-et tévedésből, mert a két betű egyáltalán, a elsődleges kéziratot kinyomozták, megtalálták, és az elsődleges kéziratban ez a két betű egyáltalán nem mutathat hasonlóságot. Tehát nagyon nehéz ezt ráfogni, hogy azt akart írni, csak nem azt írt, hanem hát az ilyen dokumentum, ilyen erővel bármit föl lehet ételezni. Tehát ezt nem megengedett eljárás, hogy azt mondjuk, hogy ő nem azt akarta írni, hanem mást akart írni. És egyébként is sok jel van, ami arra utal, hogy a kazárok magyarul beszéltek. De itt van például, hogy nem riadtak vissza hamisítástól. És ez nem a Moravcsiknak a találmánya úgy tűnik, de még nem tudtam kinyomozni. Már Kálai Ferenc 1839-ben tiltakozik hamisítás ellen. Vagyis valószínűleg itt vannak, akik ezt tudják, hogy ez így nem lehet. Tehát az eredetit meg kell hamisítani. Tehát az elhazudott történelem bizony itt tetten érhető. Na most az, hogy itt fönne, tehát ez azt jelenti, csak itt úgy látszik nem volt rá időm, hogy rendesen kimutassam, hogy akkor próbálok visszamenni, ha sikerül. Mindegy. Ha tudok, de nem tudok. Most akármerre megyek mindenképpen, úgy tűnik, hogy hátrafelé megyek. Ilyenkor mennék vissza, de nem. Tehát még nem volt. Errefelé pedig? Igen. Itt vagyok. Jól van. Tehát akkor
Meddig tartott Árpád országa? Hát Árpád országa nyilván a Kárpát-medencét magába foglalta. Akkor nem tudtam rendesen összehozni ezt, de akkor elmondom szóban. Tehát a Kárpát-medence magyar. Itt az Aldunánál bulgárok élnek, akik magyarul beszélnek. Akkor itt van Kazárföld, akik magyarul beszélnek. Akkor itt van szintén bulgárok laknak, akik magyarul beszélnek. Itt van Korezm egyébként, ugye itt van akkor Koraszán, ahonnan Árpádék jöttek, vagyis igazán nem, igazán szomszédos ezzel a tartománnyal. És hogyha Árpádék magyarul beszéltek, akkor valószínűleg itt is magyarul beszéltek. És akkor itt pedig már itt van az Ural-hegység. És akkor innen az Ural-hegységtől egészen az Enz folyóig, nem Bécsig, hanem az Enz folyóig, még Bécsen is túl, magyarul beszéltek. Árpád idejében. Így van. Tehát ez azt jelenti, hogy Árpádnak az országát nem lehet leszűkíteni a Kárpát-medencére, meg kell vizsgálni a korabeli viszonyokat esetleg. És ha ott magyarul beszéltek, akkor az olyan, hogy igaz, hogy voltak kisebb-nagyobb villangások is ezek között a különböző magyar királyok között, de ez sajnos még a mai Magyarországon belül is előfordul, és mégis Magyarországhoz tartozónak minősítjük mind a két felet. Tehát az Árpád országát, vagy az Árpád korabeli magyarságot legalábbis a Kárpát-medencétől az Urálig kiterjedőnek kell elgondoljuk. Igen, és akkor most megyünk tovább. Mit mondanak egyébként a hunokról és a magyarokról a korabeli források? Mert az a történelmi hamisítás, ugye az összes krónikánk azt írja, hogy mi szitja, szkíta származásúak vagyunk, vagy hun eredetűek vagyunk. Ebben megegyezik az összes hazai krónika és az összes nyugati vagy külföldi krónika, ebben mind megegyezik. És mindegy, hogy európai vagy ázsiai krónikáról van szó, mindegyik ezt vitán felülállónak tart. Egészen az 1700-as évekig, az 1700-as évek végéig. Az egész világon mindenki tudja, hogy a magyarok és a hunok az egy és ugyanaz. A kettő a lehető legszorosabb rokonságban, két testvérnépről van szó. Csak hogy közben a történelemhamisítás újabb magaslatra fejlődik az emberiség. A történelemhamisítás diadalmasan fejlődött előre, ugye újabb magaslatokat hódított meg, már nem felelt meg a valóságnak ez a része az új világrendben, ezért ugye kitört a... Amúgy is ott ennek kedvezett az, hogy a napoleoni háborúk után ugye a franciák betörtek Németországba, elfoglalták, és akkor utána egyesíteni kell, a német-római birodalom szétomlott, a németeket újra egyesíteni kellett, 1861-ben történt meg. Tehát itt egy óriási megújulási mozgalom, egy német nacionalizmus, maga a francia forradalom a nacionalizmus eszméjét fölnagyította, és emiatt kitört ott egy olyan nacionalizmus, ami az idegen népek ellen fordult, tehát a magyarság ellen, ez is hozzátartozik. Lényeg az, hogy 1800-as évektől a napoleoni háborúk után időben kezdődik el fokozottabb mértékben és intézményesen szervezetten a magyar ellenes történelemhamisítás, és az arra az időre tehető, hogy megszűntünk az kiták rokonai lenni. Ugye hát ez egy elég furcsa dolog, ugye, mert most vagy rokonai voltunk, vagy azonosak vagyunk, vagy rokonai voltunk az kitáknak, vagy nem. De az, hogy 1800 évig azonosak voltunk, utána pedig nem, hát ez csak a történelemben fordulhat elő. Na most mit tartottak, egy pár forrással említsek meg. Izodorus például, aki nem élt messze, ugye Attila halála 453-600 körül írta a Gótok története című könyvet, ami megtalálható, itt kiadták. És ebben azt írja, itt van latinul, ugye, hogy a Scythia és Gótia magóknak és Jáfetnek a fiai, és a magók ugye az a magyaroknak az őse, és Paulus Diaconus is, aki 725-ben írt, és a Meotisnál éltek. Paulus Diaconus azt írja, és szintén, hogy a hunok és a magyarok azok ugyanazok. Gottfried von Viterbo, olasz-német krónika, azt írja, hogy az avarok, akik a hunok, és ez kiegészíti azzal, és vagy másképp magyarok, ungári, az avarok, akiket hunoknak és magyaroknak nevezünk. Tehát akkor abban a korban ez nem volt vita. És van egy olyasmi, hogy Priscos Rétor például, aki megjelent személyesen Attila udvarában.
És utána, ugye a diplomáciai kiküldetésben, és utána megírta a hivatalos diplomáciai jelentését. De egy szörnyű szarvas hibát követett el. Nem hamisította meg a beszámolóját minden részletében, mert az neki sem eszébe sem jutott, hogy azt ő nem írhatja le, hogy Attila nem volt Attila. Vagy azt, hogy Attila szkíta volt, tehát ő azt írta, hogy ott voltam a szkíták királyánál. De ő nem tudta, hogy ezt eltévesztette. Nagyon mérgesek rá a történetíró, most már a 19. században, hogy hogy követett el ekkora szarvas hibát, ő nem tartotta be a 19. századi etikettet, ugye? De hát ő személyesen ott volt, de mindesetre ezt úgy leplezik, hogy elhallgatják, vagy pedig azt mondják, hogy egy hibát követett el a történetíró. Na ez a történet, ami elhazudott történet. Az embernek az esze megáll, hogy ehhez van, hogy mondjam, arcbőrük, hogy ezt megteszik. Hogy miféle légkörül egy ezt tudomány, vagy egy banda, aki szövetkezett egy bizonyos alanta cél érdekében. De külföldiek mai napig unoknak hívnak minket. Igen, de ugye most már ez kezdik, már a franciák sem lehetnek, a frankok nem lehetnek, az ökösség nem lehetnek Trójából, a németek is elvették az ősztörténelmet, de ezt nem lehet az idők végezetéig fönntartani, ezt a hazugság özön. Mert van valami, amiről elfeledkeznek, hogy ahogy a telnek az évtizedek, évszázadok, a tudás egyre mélyül és egyre jobban kiterjed. Akár akarja a földi hatalmasság, vagy az ilyen meg olyan pénzgyűjtő csoport, akár nem. A tudomány akkor is mélyül, hogyha fene-fené teszik, hogyha a hatalmasságok átharapják egymás torkát, akkor is. És ez pedig azt jelenti, hogy előbb-utóbb ki fog derülni, hogy mélyebb irányba halad a megismerés, a közös gyökerekre fény fog derülni. Ez minden népnek az elemi érdeke. A németeknek ugyanúgy kell a saját őstörténet, mint a magyaroknak is. És hogyha ez történetesen a mélyben összefutnak a szálak, akkor a magyarok, ahogy összeérnek a magyarok őstörténelmével, akkor abban a pillanatban ugye a magyarok őstörténelme itt a külföldiek által védett státuszba fog kerülni. Tehát nem lehet a hatóságot időtlen időkig fönntartani, mert az egész világ összes népe, hogyha összefügg a magyar őstörténelme, már pedig minden összefügg, és különösen az ősnéppel, és azért történetesekben a magyar. Tehát minden nép érdekelt lesz benne, hogy a saját őstörténet megismerve, ugye a magyar népnek az őstörténelmének az igazája, és egyébként ez a tudománynak is egy elemi normája. És ahogy a tudományos hazugságokon végigrágja magát az ember, mégiscsak az a kép alakul ki, hogy 1860-ban sokkal jobban lehazudták a csillagot az égről, mint a 21. század elején. Elképesztő, hogy az ember rögtön a 48-as szabadsághoz leverése után még nagyobbakat hazudtak, még annál, mint most. Mert azóta már egy kicsit hátrább az agar, akkor a tudomány ezért kimutatott egy-két dolgot. És szorulnak vissza az állása. A hazugság fertő lassanként szorul vissza. Úgyhogy aztán Árpád-kori angol száz, na hát az aztán végképp megbízható, nem? Angol száz térképen van egy olyan térkép, amit azonban, mivel angol száz és a hunokat mutatja, a Kárpát-medencében, hogy jelen vannak, ugye, és 950-962 között, vagyis amikor ugye Árpádék itt éltek, és akkor ezek a hunok népe élt itt, írja az angol száz térkép, hát ez egy olyan főben járó hiba, ezt nem lehet másképpen megtanulni, csak úgy, hogy teljes mértékben el kell hallgatni. Ugye, tehát az elhozódott történelmnek van egy olyan ága, a kommunizmus is volt egy olyan, hogy tiltott, megtűrt és támogatott, ugye 3T. Ugye a hazugság támogatott, ugye az igazságot írsd ki, ha nem tudod kiírteni, akkor hallgatod el. Tűrd el. Na hát ez körülbelül ugyanez igaz a történelmírásra is. Kotonian egy angol száz térkép, Hunorum gens, a hunok népe ott él a Dunánál 950 között. És 900 Géza előtt, ugye Taksony idejében. És Horváth Gábor írt 2012-ben egy magyar szempontból érdekes angol száz térkép címmel, és Klinkhammer 97-ben a magyar tudományban közzétett egy cikket, teljesen visszhangtalan maradt. Horváth megjegyzi, érdekes, mennyire kevéssé érdekli kutatóinkat az egyetlen 11. század térkép, amelyen a magyarok megjelennek a hunok népe néven. De mivel nem fér bele a történelmi hamisításba, tehát akkor figyelmen kívül hagyják. Itt a térkép. Gens, H-U-N, Hunorum Gens. Egy kis előfeszítéssel ki lehet olvasni, most ki tudtam olvasni. Nem tudom,
Van, aki ki tudja olvasni? Látható annyira? Unorungen. Itt van a térkép. Hiteles térkép. Tehát akkor elhallgatják. Na most a csodaszarvas manda. Arról beszél, hogy édesapám a Tárihi Üngőriszt, ezt a magyar őskronikát, ami még Árpád kora előtt íródott, és amiben az itt lakó ősnépnek a hagyományait, a legősök őrizték meg, és erre még Anonymus is óriási mértékben támaszkodott, bár Anonymusnak köteles volt a népi hagyományokban, a legősök tudásában megőrzött tudás, köteles volt Anonymus elmarasztalni, mert ő a hatalomnak volt a történetírója. Ezért mindig, amikor mégis, mivel azonban magyar ember volt és magyar érzésű volt, bevette a krónikájába, de látszólag elmarasztaló jelzőkkel, hogy ezt a csácsogó regősök ezt így mesélik, de minthogyha ő elítélné, de azért beveszi a krónikájába. Hát így kellett játszani, ugye a hatalomnak a kedvére is tenni látszólag, a valóságban azonban mégis a magyarság kedvére. És ennek a csodaszarvas mandának három változatát találta meg édesapám a Tárihi Üngőriszt őskronikánkban. Van olyan, amiben Hunor és Magor szerepel, van olyan is, amit még eddig soha nem volt ismert, Magor és Hunor. Magor neve van elő. És ennek megvan az oka. És ebben a csodaszarvas mandában a magyarságot éltető isteni erőről van szó. Isteni erőről, amit a magyarság több tízezer éven keresztül tudatosan átélt, és nem csak átélt, hanem ehhez tartotta magát, és ehhez alakította az életét, és Árpádék azért jöttek vissza az ős hazába, bár már több mint ezer éve egy távoli, több ezer kilométerre távol fekvő csücskében laktak a korabeli Magyarországnak, ahol mély gyökereket eresztettek, de azért voltak képesek mégis ott hagyni ezeket a gyökereket, mert az ős hazának az Istenek akarat, a természet akaratából kellett nekünk itt a Kárpát-medencét megvédeni, az emberiség őshazáját, a magyarság őshazáját. Nekünk tartozó felelősséggel tartozunk a hazánkért. És ez a felelősség örök, kozmikus törvényeknek, a természet törvényeinek, isteni erőknek, a isteni törvényeknek kell megfelelni. Ezt édesapám feketén-fehéren bebizonyított ebben az Aranykincsek húztak a Harbitára című betiltott könyvé, illetve felvásárolt könyvében. Érdekes ugye, hogy a hagyományokban azt mondjuk, hogy, illetve azt szerepel, hogy szkíta, illetve szitja eredetűek vagyunk, vagy hun eredetűek. Azonban a legújabb tények erre rácáfolnak, de nem abban az irányban, hogy ezeket megszáfolják, hanem fordítva. Azt mondják, hogy a szkíták maguk nem a magyarok szkíta eredetűek, vagy a székelyek szkíta eredetűek, hanem fordítva a szkíták magyar eredetűek. A szkíták székely eredetűek. Meg is jelent ebből egy tanulmányom a Magyarság Tudományi Füzetek 3-as számában. És hogy is van ez? Remélem, hogy tudok arról egy pár szót mondani. Itt az Aranykincsek fújtak a Harbitára, itt van Attila és a Hunok. Szkíta, Hun, magyar folytonosság. Na most akkor egy kis bepillantás a magyarság ősmúltjába. Találtak egy csodálatos lehetet Moszkvától 180 km-re északkeletre, ami időszámításunk előtt 26 ezerből származik. Ugye a modern embert, a kromanyi embert időszerűen körülbelül 35 ezertől eredeztetik. Na most ebben a korban, ugye volt az új kőkorszak, ami elkezdődött mondjuk időszerűen körülbelül 6 ezerben, ebben a 29 ezer éves korszakban egy magas műveltség állt fönt Európának azon a területén, ami a Kárpát-medencétől az Urálig tartott, ugye, vagyis ahol Árpád országa volt, és ahol magyarul beszélt a Kárpát korában. És ebben az egységes magas műveltségben az anya istennőt tisztelték. Ugye itt ezen a tájon is találtak anya istennő szobrokat, amik több mint 20 ezer évesek. És ebből ez egy egységes magas kultúra alakult itt ki, amit az uráli nép tartott fent, ami uráli nyelvet beszélt, ezt tartsa kézben. És ennek az uráli népnek, aki uráli nyelvet beszélt, aminek vagy a legjelentősebb család, a legjelentősebb népe a magyar, ennek az uráli népnek az egyik temetkezése, ez az úgynevezett szungíri lelet,
amit én királynak nevezek, mert én már fölfigyeltem arra, hogy a magyarság esetében következetesen a lealacsonyító érzéket használnak. És addig, csak egy jelző, addig, csak egy érzékeltetni szeretném, miről van szó. Angliában, illetve Nagy-Britanniában Stonehenge mellett találtak egy olyan temetkezést, ami az egész addigi Nagy-Britanniai temetkezésekhez képest kimagaslóan gazdag. De annyira, hogy ha az Stonehenge építés időszám is került 2300 körüli. Na most ebben az azelőtti kor, ugye az a bronzkorszak, rézkorszakot nem is volt egyáltalán, ugye a bronzkorszak és akkor az őskőkor előtte. És az újkőkor és az őskőkorszak. És ebben az egész hatalmas korszakban semmiféle olyan ehhez fogható leletet nem találtak, és egy olyan sír temetkezés, amiben öt tárgyat, amiben értékes a tárgyak is vannak, ilyen leletet találtak, azt már gazdagnak nevezték. A Stonehenge király Stonehenge környékén találtak egy kimagaslóan gazdag leletet, amiben több mint 100 értékes lelet volt, köztük aranytárgyak, amik addig soha nem fordultak elő Nagy-Britanniában. Nem úgy, mint a Kárpát-medencéből, számlálatlanul sok fordult elő. És egy olyan résztört is találtak mellette, amit pedig csak is a Kárpát-medencéből fordult elő az előtt. És egy hatalmas nagy íjat találtak, egy íjászról van szó, és ezt a valakit ők az Amesbury íjásznak nevezik, vagy pedig íjász Stonehenge királyának nevezik. Mert annyira kimagasló volt, hogy hát ki a király, hogyha nem az, aki kimagaslóan gazdag. Van ebben logika. Több mint 100 értékes tárgya volt. És időszámszerűen 2300. Na most akkor. Ezt vegyük észbe. És akkor ezt vessük össze azzal, hogy nem időszámszerűen 2300-ben, időszámszerűen 26 000-ben. És nem több mint 100 értékes tárgyat találtak ebben a sírban, hanem több mint 6500-at. Na most, hogyha a Nagy-Britániában királynak lehet nevezni egy 100 értékes a tárgyal tartalmazó leletnek a tulajdonosát, akkor egy olyan leletet, ami több mint 6000 értékes tárgyat tartalmaz, azt törzsfölöknek nevezzük? Mert nem Nagy-Britanniában van, a mai uralkodó, ugye angol száz egyetemesen elfogadott és magasabb rendű fajnak a tulajdonában? Ugye? Nem lehet. Tehát én szerintem az a logikus, hogy azt mondom, hogy ez a szungíri lelet, ez nem törzsfölök, hanem király. Na most akkor mit tud ez a 28 000 éves, ugye király, mert még hozzá kell azt, hogy időszünk körül 26 000, az azt jelenti, hogy van rajta itt egy fejpánt. Itt látható, itt látható, ezek gyöngyökből vannak, elefántcsont gyöngyökből, amik át vannak fúrva valami különlegesen fejlett technikával, hogy ezt összetudják őket fűzni, és egy gyöngysort alkossanak. Itt van egy fejpánt. Itt van egy keresztpánt, és lehet látni, azt hiszem ez a gyöngy, ez egy más, vagy igen, hogy itt is van egy, meg itt van egy, most ezzel nem látok annyira jól, hogy hol látszik, de lényeg az, hogy látszik minden, itt ez nem látszik, de egyébként látszik, és ez a Scientific American-ben is megjelent ez a fénykép, amit kimásoltam, keresztpántos korona van rajta. Ami azért érdekes, mert a nagy érdemű angol százak, tudjuk mindannyian, hogy mekkora nagy hatalom az angol száz hatalom, és ezek az angol százoknak 1100 évvel ezelőtt a királyoknak volt egy koronája. Ez a Sutton Hoo-i levet. És ez a korona következőképpen nézett ki, egy harci sisak volt. Semmi több, egy harci sisak. Teljesen tömör, minden oldalról harci sisak. A királynak ez volt a koronája. És az angolok úgy döntöttek, hogy őneki kell a legmagasabb, ugye lassan másztak föl a hatalom és az érvényesülés útján, és ahogy teltek múltak az évszázadok, ők töretlenül haladtak a legmagasabb tekintélyű korona felé, ami történetesen keresztpántos korona, az eurázsiai síkságnak az úgynevezett sámányai ilyen keresztpántos koronát viselnek, a magyar szent korona ilyen keresztpántos korona, a szungíri király ilyen keresztpántos korona, és az angol király megígyelte ezt a koronát, és inkább hajlandó volt a saját nemzeti koronáról lemondani, hogy inkább a magyar korona kellett neki, mert ő neki a legmagasabb korona kellett. Tehát az angolok nagyon túl jól tudták, hogy a magyarok azok, akik igazán értéket és elismerést érdemelnek,
Tehát, hogyha ők ennek a fényében akarnak sütködezni, akkor átalakítsák a koronájukat, és átalakították, megtették ezt a bizonyos értelemben nemzetietlen húzást. És a 15.-17. században már nekik is keresztpántos koronájuk van, ugye, mint a magyar királyoknak, és mint a szungéri királynak, és mint az eurázsiai sámánoknak. Ugye, na most akkor nem csak ez van, hogy itt van egy keresztpántos koronája, hanem van egy 2 méter 40 cm-es kiegyenesített, úgynevezett lándzsája, elefántcsontból, vagy mamutagyarból kiegyenesített lándzsája állítólag, de azt kimutatták, hogy olyan nehéz ez a lándzsa, hogy nem lehet vele vadászni. Én szerintem ez nem lándzsa, hanem jogar. Királyi jogar. És akkor nézzük, mert nem tudom mennyire lehet látni, ezek a mamutcsontból faragott gyöngyök, ezek ilyen vízszintesen vannak fölfűzve, mert ez ruhában van ez az úr. Csak ez a ruha már javarészt szétporlott, de a textilnek a nyomait ki lehetett mutatni, tehát hogy szabályszerűen a ruhában volt, mint ahogy mi. Csak ugye nem nemzetközi internacionális van, hanem magyarban. És ezen a saját szövet ruháján zsinórok, mint a zsinóros mente, olyan viseletet visel. Tehát ezt sem vették még észre. Ugye az, hogy vízszintes zsinórok, vízszintes sorban vannak fölfűzött gyöngyök, ezt már észrevették, de hogy ez olyan, mint a magyar zsinóros ment, ezt nem tudták észrevenni az angol százkutatók. Pedig így volt. Na úgyhogy itt van a szungiri király, akiről a feltárói azt mondják, hogy az uráli népcsoporthoz tartozott, és uráli nyelven beszélt, és az uráli nyelvnek egyértelműen a magyar nyelv az, ami ebben a korban úszóván egyedül a hordozója. Tehát, hogyha ez így volt, akkor ez egy magyar király, 28 ezer éves magyar király. Na most akkor ez az ősi Európáról most nem tudok beszélni, mert az időm véges, de ez egy érdekes dolog, még soha nem, ez szintén az elhallgatott tudásról, csak egy kis ízelítő. Hol találták föl a lótenyésztést? Hát, nehéz dió, de meg lehet oldani. Mert először is világos, hogy nem Magyarországon, nem a Kárpát-medencében. Az minden tovább mindenki teljesen világos. De akkor hol találták fel? Hát a Fekete-tenger északi partjához, ugye Gyeredovka, vagy most hogy is nevezik ezt a helyet, ahova kötik most, hogy időszámításunk előtt 4000 körül a legelső nyomok arra utalnak, hogy ott kezdték el először a lovat háziasítani. Létezik azonban egy érdekes kis szobor, ami a korabeli ábrázolások ismeretében ez egy stilizált emberfej, ez pedig egy stilizált négylábú lény, vagyis tulajdonképpen egy stilizált kentaur, vagyis egy lovas. És ennek a kora időszámítás előtt 5500, vagyis azt a Gyeredovkát megelőzi 1200-1300 évvel. Csak hogy van egy nagy hibája, a Kárpát-medencébe találták. Úgyhogy bár szerepel a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti kiállításának a vezetőjében, de ennek az értelmezése még várhat magára. Amíg megváltoznak az idők, és amíg még ilyen szentségtörő gondolatok is ki lehet mondani, ami a józan ész alapján az embernek időnként eszébe jut. Hogyha használja a józan eszét. Na az írás terjedéséről, hogy az ősi Európának volt egy központja, az ősi Európa az egy fogalom, amit Maria Gimbutas, a litván származású amerikai régésznő alkotott meg, de azóta nagyon sokszorosan bebizonyosodott, hogy a Kárpát-medencében volt az emberiség első írásos magas kultúrája, időszámításunk 5500 körül, hogy ne kell, ez erős központtal alakult ki, de hogy ne kell meg is tordos középponttal, itt találták az első leleteket is, ugye Torma Zsófia több mint 10 000 ilyen leletet talált, ami az ottani magas kultúrára utalt. De akkor, amikor megtalálták Nándorfehérvárnál egy hatalmas nagy ilyen cserép raktárt, ami tele volt írásra emlékeztető jegyekkel, akkor azt ellenezték Vincsa kultúrának, hogy ne Nándorfehér, hogyha Nándorfehér már hol van, már ugye már Belgrádnak nevezik. Belgrádnak az egyik negyede Vincsa, és ezt ellenezték először tordos vincsai, majd pedig vincsai kultúrának, ugye, és most már ugye a szerb ősiségnek a jegyében most már ez lassanként szalonképessé vált, hogy akkor ott volt egy ősi írás Európa középpontjában, ugye ahol a Duna és a Tisza összefolyik, és ez itt a Vincsa, ez itt a Vincsa, itt van tordos, Erdély. Na most akkor, és innen áramlott le egy szerb írás kutatónak
1960-as években jelent meg egy hatalmas monográfiája szerb nyelven a Todorovicnak, és ez a Todorovicnak a könyvéből van, hogy itt van a Vincsa, Tordos, Tatárlaka, Karanovo, ugye Tatárlaka és Tordos, és itt van Vincsa, és akkor innen áramlott ki az írástudás, időszámítás előtt 5500-tól a déli területek felé, ugye ahol a későbbi Görögország lassanként fölmerült a sötét homályból. Tehát, de azelőtt, hogy Görögország fölmerült volna, időszámításunk előtt, ugye azt tudjuk, hogy Homérosz idejében még nem tudtak írni a görögök, és azért csak szájhagyomány után tudott terjedni a Homérosznak az eposza, úgyhogy időszámítás előtt 600-700 körül tudták csak leírni, akkor újra megtanultak írni, mert előtte volt nekik a lineáris B-írásuk, amit elvesztettek, és több mint 600 éven keresztül sötét korban éltek a görögök írástudatlanul. Nem, hogy a Kárpát-medenceiek, akiknek ugye már sok ezer évvel azelőtt egy fejlett írásrendszerük volt, amiről kimutatták, hogy valóban nem is írásjegyek, hanem ugyanazok a jelek, ugyanabban az összefüggésben ugyanazt a szerepet töltik be, tehát valódi írásról van, szóval ezt is készségre mondták. Tehát a tatárlakai lelet is azon is írásjegyek vannak. Tehát itt volt a magas műveltség központja, ami több mint 3000 éven keresztül békében fönnállt. Az ősi Európának a kulturális központja, megelőzve Mezopotámiát, a szumír írást, és bár csillagász vagyok, de és nem tudok igazán jól németül, de azt a könyvet nem tudtam ott hagyni, amit egy antikváriumban találtam, aminek az a címe, hogy Zetterträger, Herrsche des Teppen. Na és az Teppen, ugye hát az nekem a szívem közepén, az a végtelen síksága, vagy Petőfinek is, ugye ez az eurázsiai síkság, tehát megvettem ezt a könyvet, azt hiszem 2400 forint volt, amikor ezt megvettem, egy hatalmas nagy német nyelvű monográfia, egy hamburgi régész professzortól, és ennek az a magyar címe, hogy a jogalhordozók a sztyeppe urai. Jogalhordozók a sztyeppe urai. Egy nép, amelyik jogarakkal temetkezett. Néztem nagyokat, hogy most hogy értsem, hogy a jogar az egy királyi jelvény. Királyi jelvényekkel temetkezett egy nép, csak nem királyokból állt, hogy mindenki király volt, és mindenki úgy jött, mint egy király, és mindenkinek volt koronája, és mindenkinek volt jogarra, és mindenki jogarra temetkezett. Hogy lehet ezt elképzelni? És lényeg az, hogy igen, királyi népről van szó. És van is létezik, és a történelemben ismernek királyi népet, úgy hívják ezt a királyi népet, hogy királyi szkíták. Ugye fönnmaradt Hérodotosznál. Vannak királyi szkíták, és királyi kimmerek. A kimmerek az önképpen a szkítáknak a nyugatibb, hamarabb, a nyugat által hamarabb megismert része. Tehát, és ezek a jogarakkal temetkező nép, egy királyi nép, ami olyan, mintha több százezer ember királyokból állt volna, hogy a királyi mágusok ős népe a magyar próbál ezzel a problémával viaskodni, ami nehéz az egyeduralkodó szempontból ugye megérteni azt, hogy hogy lehet az, hogy az egyik király nem írtotta ki a többi királyt azért, hogy egyeduralkodó legyen. Ugye ez egy több milliós nép együtt lakott, és a mágusok és királyok, igazából nem is arról van szó, hogy egy millió király, mágusok voltak, de egyenrangok voltak a királyokkal, és ők is viseltek jogarokat, mert ők is ugyanezen rangon álltak. Mert ők is a jogarak és a királyság az a történelem felemelő erőit, a nép felemelő erőket jelképezte. És mivel itt ez a nép azzal foglalkozott, hogy felemelje az emberiséget, tehát jogarakat viseltek. Na most akkor ebben a könyvben szerepel az, hogy időszámításunk előtt 5100-ban ez a jogalhordozó nép Erdélyből települt ki először az Aldunához, majd Meotiszhoz, aztán a Volga, Kálmakönyökhöz és a Kaukázushoz. Öt nagy központot hoztak létre, ami a korabeli világnak az öt leggazdagabb, leghatalmasabb, legszervezettebb államalakulata volt, és ezek 3000 éven keresztül békében éltek egymással, és ezek mind Erdély Felső-Tisza vidék környékéről települtek ki. Na most, hát ez hihetetlen izgalmas és érdekes, szívesen mesélnék róla. Az eredeti összefüggés az volt, hogy időszámításunk előtt 5700, csak nem akarok nagyon elkalandozni, de talán szabad, hogy időszámításunk előtt 5700-ban elindultak a Kárpát-medencei vonalrészes kerámia korabeli magas műveltségét vitték, tehát minden szempontból sokkal magasabb műveltséggel bírtak, mint az egész Európa.
és ezért vitték ezt a magas művességet nyugatra, Nyugat-Európába. És ott és kiderítették modern vizsgálatokkal, hogy 10-20 fős kis csoportokban vitték a magas műveltséget, és nyugatra, és a Rajna folyót 200 év alatt érték el, a Holland, az észak-német alföldet pedig 1000 év alatt érték el, tehát mindent részletesen dokumentálni tudnak, mert a Fogszománc analízissel, a stroncium izotopok arányával a leletekből ki tudja következtetni az időt, és azt, hogy az izotop arányok milyenek, az abból ki tudja következtetni azt, hogy milyen vizet fogyasztottak, és itt tovább. Így kirajzolódik a kép, hogy elsősorban 10-20 fős kis csoportokban vitték a magas műveltséget a Kárpát-medencék Nyugat-Európába. Elsősorban fiatal nők. Elsősorban fiatal nők vitték a magas műveltséget. Vagyis ezek a nők másfajta nők voltak, mint amiben ez a mai patriarchális férfi központú világ él. Itt a nők voltak a tudásnak a hordozói. Talán még meg is becsülték a nőket. Ilyen, micsoda barbárok voltak ezek az őseink. Megbecsülték a nőket, hát szoké tényleg, hát ugye hogy jön ez ki? Na és ezek a, és miután ugye vitték elindultak és vitték a magas műveltséget nyugatra, 600 évig utána szünet, és 600 év múlva elkezdtek elindulni keletre. De nem 10-20 fős kis csoportok, hanem utána néztem, hogy mekkora nagy csoportok népesítették be ezt az egész eurázsiai síkságnak, ugye itt ez az Urál. És utána néztem, mert megjelent Igor Manzurának az Oxford Journal of Archaeology-ban egy hatalmas cikke, ami lehetőséget adott arra, hogy fölbecsüljük, hogy hány települést hoztak létre, egy településben hány ház volt, és az összesen mekkora lakosság lehet következtetni. És hogyha ezt kiszámoljuk, akkor abból kiderül, hogy 800 ezres szám jön ki. Tehát 800 ezer fő áramlott ki Erdély Felső-Tisza vidékéről időszámítások előtt 5100-ban. 800, vagy milliós nagyságrend. Milliós nagyságrendben bocsátottak ki Erdély Felső-Tisza vidéken, miközben nyugatra csak 10-20 főket bocsátott ki. Keletre milliós nagyságrendet. Mi ez a hatalmas nagy különbség? Hogy tettek ekkora nagy különbség? Miért nem bocsátottak ki nyugatra milliókat? És hogy ezen töprengtem, egyszer csak kezembe került 1492-es második Ulászlónak az okirata a székelyek kiváltságleveléről, amiben az szerepel, hogy a székelyek ősi székely jogszokásra, hivatkozva elfogadják azt, hogy ugye, hogy egyrészt, hogy adó, fölmentik az adó alól a székelyeket, amit régebbi korokban ugye csak a mágusok, a legmagasabb tudású kaptak meg, a székelyeket fölmentették az adó alól, viszont háború esetén részt kell venniük a katonák, ként beívhatók, és ők vállalták is, hogy beívhatók legyenek, de a követelő rendkívül furcsa és érthetetlen kitételt tették. Hogyha nyugat felé kell menni a háborúba, akkor minden tizedik székely hívható be. De hogyha keletre, akkor minden második. Ugyanez az érthetetlen különbségtétel. Hogy nyugatra is hajlandók fogunk menni, de keletre sokkal szívesebben hallunk meg keleten, mint nyugaton. De miért? És én a következő választ találtam, hogy most két mondatban, mert látszik ebből is, hogy szétfeszíti az időkereteket, 12 millió évvel ezelőtt született az ember a Kárpát-medencében, az emberiség, és 9 millió évvel ezelőtt kezdett az eurázsiai síkságon lakni, mert az eurázsiai síkság azonos növényföldrajzi, állatföldrajzi, életföldrajzi feltételeket jelentett. Egységes táj, a föld legnövességes táj, tehát azok a növények, azok az állatok éltek végig ebben a sávban, ebben a mérsékletégőben, mint a Kárpát-medencében. Tehát, hogyha itt létrejött az emberiség a Kárpát-medencében, akkor egy idő múlva, hogy felfedezte, tehát itt olyan, mint a hazám. Ez olyan, mint a hazám. Ez olyan, mint a hazám. És 9 millió éve ott laknak. Vannak akik, mint a Kiszeli István, aki esküszik rá, hogy a magyarok azok keletre jöttek. Mert az volt az ős hazájuk. És hogyha azt mondom, hogy 9 millió éve lakunk ott, akkor azt kell mondanom, hát ez tényleg ős haza, 9 millió év. De én azt mondom, hogy mégsem adok igazat a Kiszeli Istvánnak, mert szerintem nem az az ős hazánk, ha nekünk az ős hazánk a Kárpát-medence, az elsődleges ős hazánk, a, hogy mondjam, megkülönböztetett ős hazánk, az isteni erők, a természet akaratának hordozó, mert itt lettünk a természet erői által emberek,
két lábon járó és beszélő lények 12 millió évvel ezelőtt, már akkor beszéltünk és két lábon jártunk, vagy ezt bizonyítani tudom, már meg is jelent előtt pár tanulmányom. Krepszói Miklósnak az ősember kutatásnak a legjelentősebb alakjának a munkájának a felhasználásával. És egy pár millió év múlva, hát mit jelent ez a pár millió? Most a 12 millió, 9 millió, majdnem mindegy. De azért 3 millió év, azért ez mégsem. Ugye? Na tehát, ezek azért mentek szívesebben keletre, mert ott a másodlagos őszhazánkba mentek, ahol az ősei sírjai domborultak. Hát oda ki kellett menni. Ugye, és itt 600 évig vártak a Kárpát-medencében. Azért, hogy megszülessen az az 1 millió ember, akit kiküldenek az őseink sírjának a sírjai felé, hogy újra benépesítsék, vagy visszanépesítsék, vagy talán megritkultak ott. Vagy talán jött a mongoloidoknak az áradata, lassanként kezdett meggyengülni ott a magyarságnak a pozíciója. És ezt újra meg kellett erősíteni. És amikor ezt látták, 600 évig gondolkodtak és cselekedtek, szaporodott föl a nép, és amikor úgy látták, hogy már elegendő felszaporodott, hogy kibocsáthassák anélkül, hogy ott vészesen lecsök a nép, kibocsátottak egy olyan ember. Micsoda tudás? Micsoda földrajzi léptékű gondolkodás? Ugye? Ezek valami, és ezek az emberek, akik a ilyen mértékben gondolkodtak, nem az emberisége eskütelenségei voltak, mint a mostaniak, hanem ők önzetlenül vitték a tudást nyugatra, nem azért, hogy gyarapítsák, hogy azt gyarmatosítsák, hogy azt majd hazaviszik, amit ott lekaszálnak, hogy majd növelik az amerikai bankszámlájukat, vagy az offshore bankszámláikat, nem azért, hanem mindenféle ellenszolgáltatás nélkül. És ez így ment, évezredeken keresztül. A görög kultúra, hú de nagy csoda, a görög csoda, óriási csoda. Csak az a legnagyobb csoda, hogy lehetett azt elhallgatni, amit nyomára bukkantam egy könyvben, hogy a időszámításunk előtti évezrednek az elején mágikus tanítók egész serege rajzott ki északról a görögök felé, hogy a görögöket tanítsa, oktassa az írásra és egyéb tudományokra és műveltségnek az elemekből beavassa őket. Északról mágikus tanítók és gyógyítók egész sora rajzott ki. Északról. Hát honnan északról? Utána néztem és kiderült, hogy Meuli 1935-ös tanulmánya alapján Szkítiából, a görögöktől északra fekvő Szkítiából, vagyis a Kárpát-medencéből. Mert a görögök a magyarok a Szkítának nevezték. Ez egy görög elnevezés. A kínaiak Hun elnevezést alkalmaztak a magyarokra. A görögök Szkítának nevezték. Nem tudták, hogy a kínaiak Hunnak neveznek bennünket. De a magyarok mindig magyaroknak nevezték magukat. És ezek a mágikus tanítók, ezek a magyar mágusok önzetlenül mentek a görögöket fölemelni, nem azért, hogy magyarosítsák, vagy romanizálják, vagy keresztényiesítsék, vagy valahogy üzleti hasznot hajtsanak, térítsenek, vagy bármit, beavatkoznak, hanem csak a tudást adták át. Mert nekik ez volt a földtörténeti küldetésük. Földtörténeti küldetésük. Mert ők a kozmikus erőtől kapták a felhatalmazást. Isteni erőktől. Hogy az emberiség nem veszhet el, és szükség lesz a történelem, olyan bonyolult lesz, hogy szükség lesz arra, hogy a görögök is megtanuljanak írni, olvasni, a nyugat-európaiaknak is szükség lesz majd arra a tudásra, amit a Kárpát-medence népétől kapnak. És ezért mentek el. És nem azért, ahogy a modern nyugati ember gondolja, rabolni, gyilkolni, hát miért mentek volna? Ugye, ennyire fejlett már a nyugati tudomány. Ugye, hogy nyilván rabolni, mit csinált Attila szerintük? Rabolt és gyilkolt, mert magukból indulnak ki. Ő csak ez éltető, hanem más csinál, hogy a nyugati történelem. Háború, rablás, gyilkolás. Milyen célval, hogy rabjanak gyilkolni? Na most ez nem így volt. Itt, ezen a tájon, a világon. Ezért elhallgatják, eltitkolják. De Bakai Kornél már ebből sok mindent ismertetett a régészeti forrásainknak a háromkötetes könyvében. És milyen nép élt itt? Érzi csak meg azt a képet. Ez az a nép, aminek kirajzott, amikor a Fekete-tenger északi partján 7000 évvel ezelőtt ilyen ábrázolásokat, ilyen népművészete volt. Itt van egy életfa, két oldalon egymásra szembefordulva két madár, ugye nap. Ez a tripoliéről kapta a tripiliai
népművészet elnevezést, ez a darab. Ez a tipoljai gyékény. Na most akkor ezek, mivel tudtak írni, a Kárpát-medencéből áramlottak ki ezek, ez a millió ember. És amikor ugye a Kukutyin, ugye a román írással Kukutyeni, a székely írás, itt van Kukutyin, és itt megint egy Kukutyin székely írással összevetve, hogy mennyire hasonlóak. Mennyire hasonlók a különböző írásjelek. A Kukutyini írás időszám is került 5100-tól 3000 éven keresztül fönnmaradt, és megegyezik lényegében a székely rovás írással. De ebből még soha senki nem tudta levonni a következtetést, hogy ezek a kukutyiniak, ezek a székely rovás írással írtak. Ez nehéz lett volna. Mert akkor megsértették volna a történelmnek azt az alapkövetelményét, hogy a magyarokra kedvező soha nem írhatunk. Különösen, hogy a székely, akkor meg végképp nem. Pedig ez eléggé szemet szúró. És akkor még annyit szeretnénk hozzátenni, hogy ez az a nép, amelyik jogarakkal temetkedett. Ez az a nép, amelynek olyan székely írása volt. Ez az a nép, amelyik ugyanúgy, mint az ősi székely jogszokások, keletre szívesebben ment, mint nyugatra. És ez az a nép, amelyik kurgánokat épített. De rákerestem arra, nagyon nehéz dolgom volt. Kíváncsi volt, hogy mióta az őstisztelet. A kurgának azt jelenti, hogy hatalmas nagy harmokat emeltek, és oda temették az őseiket, vagyis nagyon tisztelték az őseiket. Én is azt gondolom, hogy ez egy helyes dolog, hogyha az ember tiszteli az őseit. Nagyon becsültem, értékeltem azt a népet, amelyik hatalmas halomsírokat épített. És rákerestem a világhálón, halomsír kurgán. És kiderült, hogy a kurgánok népe, nem tudom, hogy itt megtalálom ezt a képet, hogyha elmondom, időszámításon került 5000-től, a Kárpát-medencétől az Eurázsiai síkságon élt, és ott építette ezeket a sírokat. Tehát akkor nem csak, hogy jobbarakat emelkeztek, nem csak, hogy létrehoztak egy olyan fazekasságot, amit Kukutyin-tripoljai fazekasságnak neveznek, és ami az ősi Európának volt a fazekassága, nem csak, hogy székely írással rendelkeztek, hanem még kurgánokat is építettek, és jobbarakat emelkeztek, ugye azt mondtam. Tehát összeáll a kép, egy csomó, és még akkor, amikor azt olvastam Bóna Istvánnál, hogy a hunoknak, hogy nagyon ritka az a tárgy, amit népjelzőnek lehet tekinteni. De van ilyen a hunokra vonatkozóan, a hun üstök annyira jellemzőek, hogy azokat másképp nem készített, tehát ahol üstöt találunk, ott hunokra kell gondolni. Mondom, nagyszerű, rákerestem a világhálom, üst, beírtam angolul is, az annyira rosszul, cauldron, ugye, beírtam ezt a kereső szót, és erre kijött az, hogy a cauldron, az ilyen üstöket lehet találni, mert ez hozzá tartozója és jellemzője a kurgánépítőknek a kultúrájának. De jó, én mondom, hát itt már ez tényleg egy kicsit már kezd összeállni valami. Én nem akarom ezt így erőltetni, de hát most mit csinálják? És akkor még valamit, hogy benne van az Attila és Annó című könyvben, hogy amikor ezek a népek 3000 évig békében fönnmaradtak, és kik lettek az utódaik, Natalia Taranec, az ausztráliai az ausztráliai múzeumnak, ami pontosan megvan adva a forrás, minden forrás megadok, mert én nem kinyilatkoztatok, édesapám sem kinyilatkoztat, hanem mindig igyekszem megadni minden forrás. Mindenki saját maga győződhesse meg, hogy mit írtak ott pontosan, mi abból az igaz, és mennyire adhat annak hitelt. Mert hogyha látja az eredeti forrás, akkor föl tudja mérni annak az értékét. És ez a Natalia Taranec azt írja, hogy ennek a népnek, a Kukutyin-tripoljai fazekasságos népnek az utódai az kíták. Vagy azt hiszem fontos az, hogy az utódai az kíták elődei. Mert az kíták, ugye mindegy, nem akarok belemenni. Lényeg az, hogy azért így kezd összeállni a dolog. A székelyek az kíták elődei. Ugye most már így közelítünk. Akkor azt mondják, hogy embertanilag itt van az andronóbai bűvő, csak ez a Káspi-tenger, ez az Aral-tó, ugye itt van a Koraszán tartomány, és akkor ettől északra van, időszámítás előtt 2300-tól egészen a bronzkor végéig 800-ig, itt van egy hatalmas nagy művetség, amit andronóbai művetségnek neveznek, innen származhatják az indiai magas művetséget is, a védáknak a eredetét, és ennek az andronóbai népnek, még a Fodor István is, ugye, aki a Nemzeti Múzeumnak az igazgatója, még ő is azt írta, hogy az ősmagyarság kialakulása tágabb értelemben vett andronóbai területeken ment végbe.
annyira feltűnő az embertani hasonlatosság, az embertani hasonlóság, és sok minden más is, tárgyi kultúra is, hogy az ősmagyarság ott alakult ki. Legalábbis ő ezt mondja. Én meg azt mondanám, hogy a magyar, mit tudom, hogyha föltállunk egy számítót, vagy valami találmány, hogy az a találmány, akkor az a fajta embercsoport, aki azt használja, Debrecenben alakult ki. Tehát az csak egy része, az Andronovo az csak egy része az a korabeli szkítiának, vagy Magyarországnak, vagy Hunniának, amelyik ennél sokkal nagyobb volt Andronovo, csak egy helyi központja, persze egy művelségi központ. De az nem, önnál nem lehet elszakítani az összefüggéseitől. Tehát Tóth Tibor, a Természettudományi Múzeum embertani osztályának a vezetője, nem általotta leírni, hogy a magyarságnak a embertani vonásai nem a finnekére emlékeztetnek, hanem nagyon szorosan a szarmatákkal állnak rokonságban, azokkal állnak szinte azonosak, azokkal a szarmatákkal, akiket a szkíták hívtak be, amikor a szkítia, ez a hat, az egész eurázsiai síkságot ezer éven keresztül uraló szkíta vezetésű magyarság, ugye kezdett veszíteni az erejéből, akkor vérfrissítésként, úgy ahogy Árpádékat beírták az avarkori magyarok, akiknek a nagy része szintén szarmata volt, úgy hívták be, a szkíták hívták, és megírja egy görög történetíró, hogy a szkíták hívták be a szarmatákat, és a szarmaták átvették az eurázsiai síkságon a vezetést, de annyira, hogy a lengyel alföldet a ezer éven keresztül szarmata síkságnak nevezték, egy szarmata alföldnek nevezték, a lengyel alföldet is. Ugye, na tehát ezek a szarmatákra emlékeztet az embertani típus, tehát, és ez az Andronovo, ez már az Uraltól keletre van. Tehát nem csak arról van, hogy Árpád országát úgy kell elképzelni, hogy a Kárpát-medencéről az Uráli, hanem még azon is túl. Úgyhogy az Aralto déli partján élő karakalpak népnek a hagyománya szerint a legtöbb lótartással kapcsolatos dolgot a magyaroktól vették át. Trogus Pompeius szerint a szkíták voltak a Kádea, a Mezopotámia, vagyis a sumíroknak a földjének a legrégibb urai, írja egy görög történetíró. Aztán a 8. század első felében az arab korabeli források szerint a terület, Khorasan tartományáról van szó, egykori urának leszármazottja Upas ibn Madar, ugye nincs egy évetű az arabban, Madár folytak népével felkelés az arab uralom ellen, aki 739-ben a várát ostromló arab túlerő elől észak felé a kazárok királyához menekült. 739-ben. Hát érdekes, hogy ez is az Árpádnak a országával függ össze, ugye itt van az a Khorasan tartomány, innen ment el 739-ben, és akkor ezt már mondtam, igen, na most a bolgároknak, azok a bolgároknak, akik azt mondják, hogy törökök voltak és nem magyarok. Abban a korban, amikor Árpádék éltek, a bolgár sír, a tankaek a bolgár sírnek a mellékletén olyan úgynevezett palmerták láthatók, amik a magyar árpádi magyarságnak a megkülönböztető népjelzői. Állítólag sehol máshol ilyen nem fordul elő. Kivéve a bolgároknál. Nem csak, hogy álmosak az uralkodójuknak a neve, nem csak, hogy a hunoktól eredeztetik magukat, nem csak, hogy Attilától eredeztetik magukat, hanem nem általanak még a népművészetbe egy pontosan magyar népjelzőt, tessék ezt megnézni. Ezek egyébként nem palmetták, mert a pálma ebben az eurázsiai síkságon nem igen terem meg. Ez a palmetta, ez egy szokásos trükk. Ez is egy ilyen, hogy mondjam, mocskos húzás, ez is egy ilyen elidegenítő húzás, hogy pálmafákat akar föltüntetni, miközben valóságban ezek kétrilliómok, ahogy azt megírja a szerző, akinek tegnap akadt a könyve, vagy tegnap előtt akadt a könyve kezembe, és most nem jut eszembe hirtelen zavaromban, de igen, a kékmilliómokról van egy kicsit bonyolult neve van, mindegy, bocsánat. Tehát ő megírja azt, hogy ezek a pálmeták nem pálmák, hanem liliómok, és a hármas halom is ezzel áll összefüggésben, és nem lótuszok, mert a lótusznak sok szirma van, hanem ezek bizony liliumok fényképével ábrázolja, hogy még a kettős kereszt alakot is fölveszik ezek a liliumok, és ezek milyen szerepet játszottak a magyarságnál. Tehát úgy látszik, hogy nem tudtam ezt kivenni. Ezt, igen. Na most akkor nézzük. Itt vagyunk, tehát ez a Kárpát-medence. Itt vagyunk, ez az Urál, ez a Káspi-tenger Araltó,
és ezen a területen az Uráltól nyugatra van az Srubnaya kultúra. Srubnaya azt jelenti, hogy gerendavázas kultúra, tehát úgy olyan halomsírokat építenek, hogy a halomsírnak a belsejében gerendavázakkal kiépítik a sírt. Tehát olyan termek vannak benne, amik gerendavázas sakkal vannak megépítve. Na most akkor ez pedig a másik, az Uraltól keletre pedig androlovói kultúra, a magyarságnak az ősei. Ezek pedig, ezek a szkítáknak az ősei, ezek a kimereknek az ősei. A kimerek, azok kicsodák, azok a nyugati szkíták. Tehát ugyanazok, mint a szkíták, csak ők térben nyugatabbra vannak. Magyarul időszámításunk előtt 1900-ban Eurázsiában végig az egész Eurázsiai síkságon a magyarok élnek, vagy szkíták élnek, vagy hunok élnek, mondhatjuk, hogy akarjuk, kínaiul, görögül, vagy magyarul. Ha magyarul akarjuk mondani, valamilyen értedetlen okból, akkor magyarnak kell mondanunk. Tehát 4000 évvel ezelőtt az Eurázsiai síkság magyar volt. Tegyük hozzá, hogy 7000 évvel ezelőtt kezdett, indult ki innen egy újabb benépesedési hullám, ami milliókat bocsátott ki, és így nem csoda, hogy ez az állapot is itt fönnmaradt, bár 9 millió éven keresztül ez a terület magyar volt. Na most akkor menjünk tovább. 1900-ban voltunk, időszínűsködött 1900-ban, 600 éve eltelik. Itt van az androkultúra, protoszkíták, szkíta elődök? Kérdőjel még, nem biztos. Tehát ez az andronovó kultúra, itt az Araltó. Itt van a Srubnaya kultúra, és a kimereknek a kultúra. És itt már a Kárpát-medencében dákok vagy trákok laknak. Hát ezek is nagyon érdekesek, ezek is szkíta népek. Úgyhogy az lehet mondani, hogy továbbra is, 600 év elteltével is fönnáll az, hogy itt pedig pásztornépek élnek, vagyis ezek is ugyanennek a kultúrkörhöz tartoznak, vagyis fönnmaradtak azok a viszonyok, amik, igen. Prokopios szerint azok az emberek, akiket előbb kimerieknek hívták, most útiguroknak, vagyis az útigurok pedig hunok, útiguroknak nevezik őket. Prokopios azt írja, a Krím-félsziget, tehát 530-as bizánci megszámolás után is ezek a hun népek népesítettek be. Ő említ egy történetet Kimmer nevű hunról, tehát a kimmerek és szkíták, vagy kimmerek a nyugati szkíták. Egy Kimmer nevű hunról ír ez a Prokopius, akinek fiait Utibúrnak és Kutibúrnak nevezték, akik a bolgároknak az ősei. Bolgár népnek az ősei, két fő összetevője. Tehát igen, a hunoknak van csodaszarvas mondájuk. Akkor most nézzük a nyelvi térképet. Itt vannak az Urál-Alta és az indoeurópai nyelvek. Az eurázsiai síkságnak a népe, ami tudjuk, hogy ezek szerint 9-12 millió év, mondjuk 9 millió éve a magyar, miután beszél az emberiség, valamilyen nyelvet, 9 millió éven át magyarul beszélnek ezen a tájon. Na most, a nyelvi felmérések szerint, ugye ez az egész tájon altái, illetve uráli. Tehát urál-altái nyelvet beszélnek ezen az egész tájon. Az uráli az a finn-ugornak az őse, az altái az pedig a töröknek az őse. A török az egy új keletű ágazata ennek az altái nyelvnek. Tehát az Ural-Altái az, ami ezt az egész tájat, az ókori Szkítiát, Magyarországot, Hunniát, Ural-Altái népek beszéltek ott. Egy Ural-Altái nyelvet. Fogadni mernék, hogy senkinek sejtés, egy halvány fogalma sincs, hogy mi lehetett az Ural-Altái nyelv, amit ott beszéltek Magyarországokban, de a sok évezete előtt. Na most akkor nézzük meg egy újabb oldalról, mert nem elegendő egy oldalról megnézni az igazságot, hanem minden tudomány oldaláról meg kell nézni. És itt van egy olyan ábra, amit még soha senki nem vett figyelembe, de az előbbit sem. Ezzel egy pedig a következő. Árpadékról tudjuk, hogy tűztisztelők voltak. Tudjuk azt, hogy a sámánizmushoz hasonlítják őket, vagy rájuk fogják a sámánizmust. Tudjuk azt, hogy természetvallást követtek. Na most akkor a természetvallást nézzük meg, ugye itt van Koraszán tartomány, ugye itt ez a természetvallás, vagy sámánizmus. Ezt a középiskolai történelmi atlaszból másoltam ki. Tehát olyan helyen annyira szem előtt van, senki nem veszi észre. Ki fog középiskolai történelmi atlaszt nézni, amikor komoly történelmi kutatásokat folytat, ugye?
Na, én nem átaludtam, ugye, mert én csillagász vagyok, én engem egyszerűen csak érdekelt, és így bukkantam erre az érdekes dologra, hogy ezen az egész hatalmas táján, ami annyira a szívemhez nőtt, az eurázsiai síkság, végtelen síkság, mint amiről Petőfi ír. És ahol urálatai nyelveket beszéltek, mint az én őseim, mint én magam is. Ezen a táján ugyanazt a vallást vallják, amit én is, és az őseim is. Természetvallás.